Na, halló, halló, srácok, szavaztok még egyszer. Üdv mindenkinek. Szavaztok, srácok, halló, halló. Nem sok minden. Gondolkozom, hogy hol is voltam én itten. Jamán. Melyik spotton? 100... 22-65, de én elmentettem, mindjárt megmondom. Megjött a váltás, én viszont 137, 196 szerintem. Sziasztok, hello, hello. Ciao, ciao. De voltál a 120-178-on is. Igen. A 120-178-on voltál most 10. hó másodikán, 16 óra 37 perckor. Meg voltam, voltam emerre lejjebb is, csak már nem tudom, hogy pontosan. Igen, a 137-196 szerintem. Az 37. 145-ösön most elméletileg megyen, emberen. De valami új, hogy is hiákkal csaliva. Ezt 17 percre rakták ki vékán. 26 kilós, 21 kilós, 14 kilós. Valahol itt is voltam, nem? 180 valamennyi, vagy 170, 160. Tudja a franc. Ezen az oldalán volt, amit a helikoptertől nem olyan messzire. Te felbasztad rá a PVA-t? Én nem kis pályázok, még 20 grammosat is csináltam nekik. Nem, jó, tudom, hogy beteg, de... Ezért jön neked ennyire a hal. De elküldhetek dry mixet, ha kiáltod. A sima csó után csak rakunk bele még magottot, meg millet porizsot, úgyhogy ez pár forint, 10 ezüsse. 264, 183-an ott fogott csinokot a buraz. Megpróbálj meg ezt a csinokot. És ezt rá lehet rakni amúgy a izi féderkosára, azt, amit akarsz küldeni. Kínálhatok neked, persze, hát akkor olyanra gyúrom, azért kérem, mert ott három fajta van szerintem, akit ott kézzel dobálja be, akinek már van rakétája, abba is tudok, meg akinek van ott PVA-ja. Jaha. Szívesen csinálok neked rúcsmixet, hát szerintem még benne is van. Látod, ezeket rakom bele, kettő, mert magot meg bloodworm kell bele, én meg chopped wormot, meg millet porridge-ot is vágok bele, atrak az ugyanaz. Szia Gabi! Gabi, csau csau! Milyen kell rakétaféder, vagy amit össze kell... Nincs rakétám, hát féderkosaras kéne. Jó, oké, csak megveszem hozzá a gruntkelkősz, mert... Szia ACM, csau! 264, 183. A rócsos. Ja, akkor át kell pakolnom mindent. 264, aha. Iiii, Misi. Ott veszünk, amiben segíthetek. Lópikula! Jó sétát! Bloodborne, maga csopja, mi lett úgy? Hát már kéne mentenem ezeket, csak mindig változtatok mindenem, mindig. Nagy majd a bokról nem tudok átmenni. Kutya a fáját. Amikor neked akarom küldeni, akkor minden 10 per 10. De neked mindent úgy küld, hogy csak 10 per 10. Jó, van az. Na küldök még. Hát tudod, ezek a hozzávalók olcsók. Érted? És aha. Akkor... Teljesen jó, hogy elszoktam ebben is. Köszönöm, Stépen. Köszönöm, Stégen.
Igen, Janinak köszön, mert ő teremti meg az alkalmat nekünk, ez nem nekem, hanem ez. Jó, na. Hogy lehessen. 264. Meddig kell még menni, ha? Az a csücsök, ahol horgáztunk már. Jó, yeah. Hello, Buggy. Én pont éjszaka jön. Nem, meg... Tegnap, hogy mindenki fogta a common rúcsot, azért csináltam nekik duplát, mert bevágtam a Peter Lárvát is a common rúcs. És láttam olyan videót, hogy abból is fogtak. Na nézzük, mit fogáltat. Jamán indítom, hát most nem tudom, hogy hova menjek máshol. Jamára kéne, és hát itt kéne, mert a spint akarom húzni. Meg tegnap este neked ott nagyon jól ment. Spin fishing 70%. Csak mi volt az a spot, ami Jamán ment, mert... Az nem ez volt. Most megyek oda. Fejezd már be! Még egyszer nem írom be a GG. Nem csak, ha befejeztem, nemet. Hát én tudom, csinálhatod, de annyiszor már nem akarom írni, kopik a billentyű. Nem is kell, majd csak a legvégén. De remélem lesz még ez arc volt, de hogy... Amúgy... Súra meg ezt tényleg adja, meg ha... Ez... Teljesen. Úgy 4 óra ülés után... 137. 196. Ez kell, 137, 196. Fordultok vissza. Szerintem HH-hoz várd meg a reggelt, ha már az 5-6 percet kibírod. Ne úgyis belekerül egy éjszaka még. Tök mindegy, hogy most kerül bele az éjszaka, vagy később, nem? Nekem. Cisúlyom. Szervusz, Ubi. Jó napot. Látom, olyan cserepes a szálszélem, mondom, igyál már neki. Elég jó belemerültünk Jézussal. Nem, a vadászatba. Jó volt, nagyon sok feladatot megcsináltunk, jó sok gemset gyűjtöttem. Tiri-ti-ti. Mennek arra a mixre, vagy ha esetleg akar valaki ide jönni,
Jó, de kipróbáltam Ladoga Archipelagot, trollingoztam egy órácskát, fogtam 36-at, az ezüstöt kaptam, lehet, hogy rálok, hát ha enged farmolni kicsit, ha már minden megállt. Ennyire megállt minden, srácok? Nem tudom, én a boldog órát töltöttem a 40-133-on. Az nekem, mivel hogy adott profit is, meg mindent, 1000 volt. Utána elmentem 4 órára. Aktubár, azt inkább hagyjuk. Ott a trofik, GG. Na megint komolyan rócsosztok, srácok. Aha. Hát, már 4 óra alatt fogtam 30 halat, akkor most hagy cibáljam már a kis halat. Ja. De mayfly meg ilyen apróságok, úgyhogy... Ezt kerestem, ezt a 137-196-ot. Az jó volt tegnap. Üdös lazac. Az azt mehet lenne, nem? Nem tudom, de ez érdekes, ha ilyet még nem fogtam. Na, de látod? Szép. De nekem is olyan 30 grammos lehet belőle. Ez már az etetőanyagod miatt jött. Biztos, hát ez legalapabb anyag. Hát, mindegy, én szeretek kis halat. Na, ez 37. Uaj! Kezdődik! Halló, Alex! Na, megjelent Alex! Aha! Szervusz! Ez 37, 196, az hol van az? Nem arra visszaadnom. Hol be kell itt menni, nem? Igen, aha, igen, megvan, megvan. A bedölt fa. Oké, Alex. Good, 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 good. Na, srácok, mindenki nézi a streamet, szeretnék mutatni valamit. Az előbb néztem, bár egy másik. Én nézem. Az előbb pont mind a hármótokat, vagy kettőtöket nézlek. Oké, Alex. Megvan? Ja. Igen. Ólóját akarja. Én is gondoltam, csak nem akartam ellőni. Gondoltam, hogy az lesz. 17. idegérték, az ma megjött. Nem baj, az örülnek. Ja. Az ott egy kard vagy, aki anyuka. Tesz megfelül. Várjátok, egy kis fényt adok még rá. Mert... Sőn! Ja. Jó lett, jó lett. Minőség az nem annyira top, mint a másiknak, ami van, de elfogadható. Na, kezdjük akkor, srácok, a izét, a pecát. Nézzük, mi az, ami esetleg jönne. Boldog óra. Majd is van a halacska. Azt a mindenit. Éjszaka? Ez kemény. Én éjszakait hiába dobáltam, semmi nem jött. Aki tud, az tud. És eine website selber gemacht. Und dann da bestellt. Mi a Derweiser is izi? Horgászik amúgy? Horgászott korábban, igen. Ő is streamel, csak ilyenkor hétvégén szokott csinálni watch partit, ami azt jelenti, hogy közös filmnézés. Ja, és mész 12-re? Nem. Hát ott szoktam lenni, de nem mindig. Mert én nekem a gépen nekem is belép be az ébe. A... Amazon Prime-ba. Aztán... A telefonon. Meg nem jó filmet nézni. Ott nem.
A puliszka itt volt ma? Vagy nem volt? Én nem láttam. Nem volt, és én sem láttam. Nem úgy volt, hogy ma viszi el a gépét ott hétvégét. Magyarán a hétfőn, hétfőn vagy kedden, azt mondta. Hát azért úgy hozunk, nincs itt a konkurencia. De elmondom neked, János, mondom, átjövök már komorról csözni egy kicsit, első dobásra trofi. Az komoly. Első kettő dobás. Richt is gut, ja, Alex. Nem. Csak az első volt trofi. Első nem. Kettő. Csak az első. Na, 70,01. Gyertek, gyertek a lecskák. Minél több, annál jobb. Na már, sajtod is kentik, máma. Hát váltani kéne. Ilyen sose fognak komoszkodni. 4,6-os. Ennek alacskák. Na, nagyjából 19 óra fele valamit el akartok versenyezni. Akár mehetnénk, oda Common Rouge-ra is, hogyha az. Nem gondolnám. Ez olyan, mint az én Buffalo spotom lenne, úgyhogy én csak részvevő leszek, úgyhogy nincs. Az a baj, hogy nagyon néha jön, és általában meg nem. Most például nincs kapásom már egy 5 perc. Én innen amúgy megyek nem soká. Igen? Annyira rossz? Így... Figyelj, mondom, mozdításom sincs. Nem próbálsz meg ilyen jó kicsiket, lehet nem akarsz fogni. Most nekem a Mayflyer-ra folyamatosan jönnek. Meg a középső, nem tudom mit raktam fel. Ja, Old Mill, azt ki fogom cserélni Garlicra vagy Sweetre. Arra jöttek a 30 dekásod. Látod, ez is Mayflyer-ra jött, amivel te is horgászol. De most 10 méteres klip még mindig? Persze. Brett azt mondta, hogy meg mint a birkák megyek előre. Ha úgy van, akkor úgy nem változtatok meg, akkor halat sem fogok, tudod. Gyert. Kísérülem, mert Oat Mill az nem kell nekik. Ja, meg nagyobb kaját tettem nekik tény és való, nem 10 grammosat, 20-at csak kapnak. Nem ez. Tete, nem ez. Jó, még csak 8 sajtom van, de láttam, hogy sajtal fogtak még kimakkoszkázó sajtot. Kipróbálom azt. Vagyis az én régiumban fogtak sajtal is. Adom a kaját nekik, hagyd szokják. Ja, most már 12 halancsú. Alex? Oké. Okay. Ez dug az én. Oké. Okay. Jó.
Szóval milyen olcsó a pergetsz? Hát én most kaliberrel, Model One orsó, vagy bot, és kaliber orsó, de majd előbb-utóbb lesz másik. Ja. És muszti die Foto und reinschreiben, ja. Und dann erstellen. €26. Alex. Uha. Darabja. Aha. Also ich habe nichts gespeichert. Ich habe einfach nur gemacht, bestellt, fertig. Ich habe keine Konto dahin. Ich habe die Adresse eingegeben und fertig. Nein. Nein, 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 nein. Nein, ich habe hier bestellt, diese Seite. Nicht so gut wie Fantastic. Nein, nein. So Hälfte Qualität. Also nicht so richtig gut. Aber egal. Ich wollte mal probieren, aber ja. Bisschen schlimmste, aber egal. Ich benutze nur hier nichts anderes. No, már 70,3. Megjött a Dundi Babis. Jó, ókos. Jó, jó. Van. Lehet, hogy nagyobb legyenek. Hogy mondod, Misike? Meg kell várjam, hogy megjavuljanak az utcaim. Ja. A botok, orszók. Hamar akkor minden javítani. Aha. Az komoly. Ja, Tuzson! Hello! Az egyiknek majdnem 70%-os volt egy igéje. Elég jól aggol a hangod, komám. Igen. Kinek? Neked. Neked. Nem hülyeségből mondom, mert itt van János is mondja. Persze. Most jobb? Most jobb. Ha beszélsz, akkor lehet, hogy jó lesz. Szia, Tuzson, halló, halló. Megjavítottam a két orsómat is. Azt ja. Mi a faszt akasztottam 41-esbe, bazd meg. 500-600 szilver. Hogy megy a tenger rötte? Tépje a vengámat, bazd meg. Mióta vagy a tengeren? Szerintem egy másik. 2,5 órája. Tévedtem. És jó a kapás? Jó? Hozzá? Megmondom neked pontosan, kérlek szépen. 2 és 4 órája vagyok, 129 fal. És most valami
égeti a vengrámot. Jó. Te megakasztott a tenger alatti járót, most húzod vissza, valaki hívtat, meghúzod vissza. Jaj, azt a sárgát megakasztott. Ez cápa lesz, hogy van, tudom. Nagyon helyen. Cápeti vagy cáp. Majd csinálj róla képet. Á, nem szoktam, kicsiről. Jó, hát ez mindenkinek más a kicsi. Kicsi-kicsi. 70 kilós. A kicsi Lacesz az oda volt tegnap este kocsmában, reggel 5-kor ért haza. Jó, tehát jó. Milyen kocsma az, ami 5-ig reggelit, hogy nyitva van be? Milyen nem? Ah. Az a kocsma. Hát ebben az meg 41-esben fulmokkal, habszivacsal, mi a faszmat akasztottam be? Meg kell. Hát ezt mindjárt biztos nem. Jó, de legalább úgy vannak fel az orosz, élvezd a játékot. Uh-huh. Meg a lassan javítós. Az igen, már 2%-ot rakott bele az orsóba, azt. Ne azt nézd, ne azt nézd, hanem azt nézd, hogy kivel. Trollingozni egy bottal nem éri meg, nem? Nem. Nem minimum 2. Gyere, koszkos ajtól jönnek, a, vagy már elme, mindjárt megnézem, hogy... Jössz Tuzson, föl. PC-re. Koszkos ajtlan föl. Már megint a Tuzson. Ugyanaz a mixem van, meg is tudom mutatni neked, hogy ugyanaz az összetevő. Gyere Tuzson, bazd meg, lépnek, mint az állat. Kusár vagy másik. Mert... Valamit csinálni kell. Barlikkal vagy... Rendben. Próbáltad, vagy... Nem. Hát a MyFi lárvával meg a izével, de amúgy szerintem... De én csak abban fogtam a trofit a Mayfly-ja, nem más. Szóval a többivel nem tudtam. Az elején én is. Úgy egyszerűen más nincsen. Lehet, hogy most jöttek rá a halak, hogy nagy a bot. Hadsz nekik damiot, hagy húzzák a boton kívül. Hát de... Nincs meg a fader botod. Azt akarom elővenni. Pilkereznem kéne. Azzal lehet, hogy jól jönnének a Command Roach-ok, nem? Piker, nem Pilker. Akkor Piker. Na, Russian Sturgeon-t fogott a Gábor. Nem, vagy a harmadik, a negyediket. Én is azt akartam, de egyet elfogtam, csak nem akkor el. Hát igen, valaki tud pecázni, valaki meg csak szeret. Így van. Valaki csak tanulja. Az nem rossz, 11% van a Vengába. Az nem. Az már lehet 100 feletti, nem? Á. Nem. Na nézzük a zöldet, mennyire jön a zöld el. Hogy örüljenek neki. Én a 02-es pirossal még fogtam, amit mondtál, még ott maradtam egy órát Tuzsonnal tegnap. Uh-huh. Arra is. Itt is arra szintem, abba fogtam a legjobb. Ja, hát akartam. Jó az. Servus, huhu. Nix ugri-bugri, langsam. Nézd meg majd abba. Langsam spazieren, genau. Ja, Simi. Richtig gut. Sziasztok.
Szia, Bugisoft! Ciao, ciao! Megint csak 6,2-es fluorkarbon előkét használok, csináljak neked, tudod? Lehet, hogy az is. Ja, nem, izé, 6,4-es van fönt, 25 centis. Jó az. Jó, oké, csak mondom, lehet, hogy az a gond. Már most nincs gond, már most jönnek a féderbot a horgászok. Éltek a nagy ágyútok. Aha, meg megijedtek a kaliberektől. A tuska nem pecázik? Most. Dolgozik. Dolgozik. Álló szabaton is. Vagy, aha. 16 órát. Játékba. Este, nem tudom, sokat volt, de tegnap este már 6-7 kilós, meg 4-es csukákat cibálgatott kifele. Ez jó. Hát ott burgon a csukás helyen. Aha, aha. 21-67. Hát volt? Hát végül is oldan máshol is lehet fogdosni, de ott jönnek igazából. Nem gondolkodom, hogy jobb lenne a tenger és XP és pénz miatt. Tegnap előtt voltam tengeren. 2 óra hosszát. Ugye odautazás, 2 rossz a tenger vagy a hajójegy. És tisztán lett 2 óra hossz alatt 400 ezüstöm. Szóval nekem nem éri meg. Nyilván, ha több időt töltenék ott, akkor több pénz lenne belőle, de már hány ingerem van attól a pályától. Annak ellenére, hogy nem sokat voltam ott. Most lépek mindjárt szintet, ezután is szinten... Nem szeretem a tengert. Meg most igazából azért is csinálom a tengert, nem szeretem. Meg most ugye a Happy Hour alatt szeretném kihúzni most valameddig ugye a spin fishinget. Úgyhogy kezdő vagyok, nézd csak. Marina fishing 40%. Nekem nincsen izé, nincsen karácsonyfám meg minden lófaszom. Van egy kezdő szettem és kész. 16% van a vengában. Ezt akartam kérni, hogy álltok meg mindig? A hallal? 250 méteren van. 40,2. Mondom, 440 silver plusz tegyél hozzá 200-at a hajójegyre, plusz 100-at az átutazásra, úgy lett. Jó, lehet itt ragozni, hogy kinek mennyi, meg amonnyi. Nekem nem tetszik a tenger, és kész. De én 3 szó voltam, csak el kell fogozni. Hozzáteszem. Hát azt tudom. Valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Nekem nem tetszik. Nem tetszik a tenger. Ennyi. Meg vannak céljai, mert azt akarom elérni. Örüljé neki, Balázs. Beregesd meg a válladat, aztán örülj neki. Látom, hogy fizsgatóvé van írva neked. Akkor lehet valami fezenkeződő, és volt a kabásod, azt lehet. Kétes vetted, mert volt én nekem is kétszer. Írta azt, nem is volt kapásom, és úgy vettem észre. Mehetek 34-esben, 41-esben, az sehol nem jön jobban nekem. Köszönöm, Alex. Már adott 5 tizedet. Hála Istennek, fejlődik ez is. Köszönöm, Alex. Szinte monácson. Wow! Simi, mondtam, hogy lett 440, igaz? Hozzáteszed a 440-hez a 200-at, plusz a 100-at utazásra. Mit nem lehet megérteni? Én a tiszta pénzt számolom, nem azt, amit hiszettem 700-800 ezüstöt, érted? Ami lejön még belül. Igen. Tehát én a tiszta ezüstöt számolom. Egyszerűen nem tudok 2 órán a többet eltölteni, mert elalszok azon a vizen.
Hulladék nekem, érted? Minek erőltessem, ha nem tetszik. Lehet Kovi papának jobban megy, akkor menj oda, azt nézed azt. A kis faszopója. Nagy okos ember, szóval se tudja, hogyan kell streamelni. Így van, Bugi. Azt csinálom, amit szeretek. Ami céljaim vannak, azt csinálom, most ennyire egyszerű. Hello, hello. Tisztelet. Szervusz, Dani. Ciao, ciao. Mi a helyzet? Sok minden. Lógatunk, lógatunk. Szopás van. Dehogy. Ennyire. Eszi a vengáját a sós víz. 20% a fékem. Jó. Azért az kemény. Akasztotta valami jobbat? Igen, természetesen van. Nem tudom, mi jöhetett a 41-esbe a falmokra. Benga, meg ilyesmi, tehát érted? Ott bármi jöhet. Micsoda, 355 méter? Simi, neked nem tök mindegy. Hadd csinálj már azt, amit szeretnék. Istenem. Hát... Na, amit meséltem, Miami, látod, ettől félek én is. De ki fogja szedni. Max Alt-F4 el amúgy, tehát... Meg van egy tengeri botom, meg van egy kaliberem, azzal most mit kezdek? Tönkreteszem a kalibereimet. Érted? Nyilván el lehet vele kezdeni a tengerem pecázgatni. Más is csinálta. De nekem nem jön be a tenger. Ennyi, pont. So bin wieder aus, wir lesen uns morgen. Alecka, Alex, danke schön. Centamonat. Még húzza, vagy már csörlőzött befele ezen? 375 méteren van. Szerbrok. Szia, Túzsan! Hallóka. Megjöttem. Irány a tenger! Aj, de jó lesz neked. Kurvára nem, de hát még van vagy 3 órám. Tegnapról. Nem tetszik? Vagy... Ja, el vagyok én ott, csak túl sokat ne kelljen azért kimenni. Na. Osztom a nézetedet. Nem csak én vagyok vele így. Nem. Aláírom, megéri a tenger, de akinek nem tetszik, az miért menjen oda? Ott a pont. Nem? Mindenkinek a saját döntése. Így van. Aki meg nem tudja elfogadni, az meg nem az én hibám. Pergetve fogtad a pörcsöt? Nem. Azzal a léggyel, amit küldtél. Az szerintem valami rák. Csak nem fogtam vele sehol semmit, itt tették, azért küldtem, hogy fogjon el. Kiléptél belőle? Ez valami geci nagy lehetett. Elfogyott a vanilom, persze, hogy kilépek. Mi jót csináltál, Matúzson? Ha nem tudtál volna utána menni. Hát reggel kivittem a gyereket a buszhoz, utána mentem délbe, Pestre. Ja. Megyfezett, megnéztem a meccset utána, őt hazahozta a busz, én meg elmentem a Premier Outletbe, aztán megkérdettem egy valakpészt. Aztán hazaértem, aztán vacsorát gyártottam, megkajáltam, leültem, most mindjárt kibontok egy sört, még iszok egy kávét, az már itt van mellettem, és akkor pecázunk. Röviden tömören a mai napom. Köszönöm, Michel, legyet. Tudom, hova tegyem, igaz? Hogy szálljon az orrodra? Jól jönnek valak, Miami. Nem annyira.
Csak arra a légyre jönnek. Amiből van nem sok van. Melyik? Mi te hon vagy, Miami? Háromféle évig. Ladogám vagyok. Ja. Csimo? Én is itt ülök mellett. Te is. Még annyit, hogy látod, semmi, megcsináltam a 100% bottom fishinget. Miami, igen? Milyen légy? Nem is egy. Semmi. És meglett a PVM. Érted? Mégse PVázok. Pedig az volt a célom, igaz? Mégse PVázok. Miért? Mert felállítom magamnak egy másik célt. Ami leköt és ennyi. Hát most a spin fishinget akarom kihúzni. Hát ennyire egyszerű. Az egy jó cél. Szia Laza, ciao ciao. Na. Az nem rossz amúgy. Rakott. Nekem az a fél, hogy ezt a 3 órát itt szépen, túléljem. 22%-on. Az igen. 2000-2500 csináltatás. Ez komoly. Na nézzük. Tehát nem lesz valami nagy nyereség ezután, ha... Nyilván az a venga azzal a százalékkal már sok halat kiszedett. Ajaj. Hát meg ez a harakod bele ennyit. Sok pénzt hozott. Ez a harakod bele ennyit, hogyha igen, csak igen. A fékemet csináltatom meg, az... Tehát ha összességében nézzük, amennyi halat kiszedtél már vele, nyilván a nyerésbe vagy, még persze. Így is. 516 ez is, mert csak a féket csináltatom meg, mert a 6%-os mechanikát, nem? Hát azt nem, azt majd nem éri meg. Úgyhogy 500 ez is. Milyen filmet néztél az a? Na, kajálok utána lesz. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Hűrész 10. Ó, oh, az igen. Hűrészelted magad akkor? Te is oda lettél láncolva az éhez? A csőhöz? Levágtad a lábodat? Vagy lerágtad? Látod, neked az is bejön. Mi köze van a vengának a halakhoz? Hát baszki. Azzal húzod ki a halat, nem? Az a orsót, te. Isten szégyene. Tudja ő egyáltalán hát, mi köze van hozzá? Hát na mi lenne szerinted? Nyitsz a metronobotom fishing kihúzás, akkor 95%-ig egész jól ment. Aztán nagyjából olyan 4-5 szák volt a... Úgy jött, hogy 95-től kicsit belassult, 99-ig. És a 99% az nagyjából 4 szák hal volt, amíg meglett a 100%. Balra van a... Hát ott már 6 tizedet adott a pergetésre. Azért csinálom Happy Hour-ba. Majd aztán Happy Hour után valami mást meglátjuk. Tök jó. Tehát... Elmondhatom, hogy már az is kész van, hála Istennek. Egyébként, hogy ma is tudok PV-t használni mindent, de a saját céljaim jobban érdekelnek, mint hogy én most nekiálljak PV-val, akár nagy trofi halakat fogdosni. Ez nem motivál annyira.
mint ezek a százalékok, hogy ezek haladjanak. Majd ha meg lesz minden, majd akkor szépen kényelmesen, nyugodtan, akkor már lesz idő. Ezekkel is foglalkozom, matricázással. Nyilván a célok majd a nagyobb orsok, nagyobb botok, venga, egyebek. Hmm. De semmi, ez valami körök ami, lehet. Ami hosszú idő az én utamat járva, de maga a játék sem egy rövid időre tervezett dolog. Igen, hiba, vagy nagyobb százaléka hibásodnak, persze, nyilván, de egy amber, egy maci, de tökéletesen elegendő. Ha, jó, csináld lesz, szuper. De így is majd csinálgatom azokat, persze. Először legyen meg a spin, legyen meg az úszózás. Gábor vagy Frank, légy szíves. Ó, vagy mi? Yamaha Fonogino relőke nélkül, ugye? Én olyat láttam, hogy nylon zsinór volt előke nélkül. De neked is az van fönt? Nem. Mi van? Nekem nylon előke van. De van fönt előke nylon? Mhm. És hány kilós? Mindjárt megmutatom. Nekem 17-es mondtak tegnap volna. Nekem Solid Materials High Power Braid van fönt, ez 30 kilós damil, és 17.3-as nylon monofilament előke, 17,3 kiló. Jó, mindjárt nézem, hogy tudok olyat. Köszi Gábor. Egyszerűen nem tudja elfogadni a döntéseimet, akkor nincs mit keresnie itt. Miért foglalkozik vele, hogy mit csinálok a játékban? Nem? Nem szeretem az ilyen kötekedést. Lehet kezdeni egy akkuntot és úgy csinálod, hogy akarod. Így van. Azt akartam mondani. Saját akuntom, tehát lehet rövid úton járni, tengerre menni azonnal, és akkor úgy húzni, illetve hosszabb utat, ami ugye a játék is erről szól, a hosszabb útra. A saját döntésed, hogy hogy csinálod a karakteredet. Oké, Dominik. Köszönöm a követést. Ja, úgy sok szélvel lesz, úgy gondolod? Na, akkor nem habozok, akkor már is leszedem. És hány cent is az előkéd, Jani, hogyha szabad? 60-as. 60-as. 60 centi, aha. Na, Kamcsatka Rainbow, hát. Nem olyan nagy méret, de... Jó van ez. Jól van ez.
Bedobom, és már el is kapta. Ugye? Szeretik. Dolly Varden. Jó ez. Szia! Szia, kis kukac. Na merre menjünk el versenyezni, vagy ne legyen verseny, ne csináljunk. Majd holnap. Van kedvetek valamihez? Nekem mindegy, hogy mire vagyunk. Csinálhatunk itt is egy versenyt, ja már, akár. Hát... Mondjuk úgy, hogy még halat nem fogtam, azt már dobtam, vagy hatot. Ide jöttél 137-196-ra? Aha, igen. A kötekedés miatt tudja elfogadni azt, amit én csinálok. Sajnálom. Nem szeretem az ilyen bomlasztó embereket. Nem tudja elfogadni azt, hogy nekem a tenger nem jön be. Nekem a tenger 400-at ad 2 óra hossza alatt. Nem tudok vele mit kezdeni. Neki, ennyi. Ha bejön, akkor menjen ő a tengerre, azt csinálja ott. Persze, ja, legyen egész nap. Jaj, fogtam egy 6 kilós cápát, de szép. Hello. Az a P betűvel kezdődő? Aha, Por Beagle. Na, szép. Az ezüst színe, meg minden. Igen, tényleg jól lesz. Az a Dogfish másik, igaz? Vagy melyik az? Az nem annyira szép. Nem, de az a P betűs, az szép. Ja, minden P-set is. Igen. Minden P betű szép, pontosan. Nem mindegyik. Jó. Ma rájöttök az életbe. Megint bekapja. Becsültél egyet, Miami. Jaja, egyet. Kipróbálnám azt a rócsos spotot is egyébként. Hát most meg van halva. És mi tudod, egy régóta vagyunk. Igen, de jó, nem. Most nézzük. Mióta, jó, visszadobáltam egy pár kicsit. 1 óra 12 perc, 60-at fogtam. És abból 4 a trofi. Valamelyik nap láttad Dominik, ott voltam a tengeren. De egyszerűen nem volt jó. Tehát, hiába. És 4 fajta halat fogtam, még Ripus Wimba, White Eye Bream is belép bent. Tehát ha nekem nem megy, akkor miért erőltessem? Majd egyszer visszamegyek még, megint megpróbálom. Nem adom fel, tehát nem erről van szó. Egyelőre most más fontossági sorrendet állítottam fel magamnak. Na látod, Dominik. Nincs két egyforma nap, nincs két egyforma... hogy mondják... roll. Igen, mennyivel húzod sebességbe? Már is kiszedem, és akkor megmondom, jó? Jó. 300 kilós szápákat, hogy kifogjam. Jó, Dominik. Adáig még el is kell jutni azért. 24-es.
Köszi szépen. Nagyon szívesen. Én meg tudom egy picit állni is vele, amikor úgy tartja kedvem. Meg hát, szépen lassan nyugodtan ráérünk. Én nem kapkodok. Így van, ez jó meglátás. Atya világ, ez alapos, hogy a csúnya. Long, long head dab. Ja. Igen, igen, igen. Long head dab. Korábban néztünk egy valami C30-as orsó talán. Az is jó tengerre, és nem is olyan borzasztóan drága. Azaz Taiga C30 helye. Az lenne célom. Mert ugye egy ilyen botom azért van, azt megmutatom, ez a Poseidon Senzi. Ugye ez már tudja 63,7 kg. Mennyit vetted meg a C30-at, Renki? Az nagyon jó, hát akkor azt fogok megvenni. Hát akkor megvan a cél. Akkor megvan a cél, gyerekek. Ennyi. Van 3100, hát az pikpak megvan. Mégis csak mész a tenger? Hát majd, ha meg lesz az orsó hozzá. De az a baj, hogy elmegyek, érted? De kaliberrel csak ottan küszködök, kínlódok. Ja. Ez mi 3100-i lehet menni tengeri orsót? 9000. 9499, 9500-ért. Meg még egy tízes jegybotot, nem? Így van. Hát én valamit nem jól csinálok. Köszi szépen. Köszi kukac. Nagyon-nagyon rendes tőled. Na, de fogtál egy pirosat. Ami nem pipás. Akkor is sokat ér, az a sokáig. Na, visszatértem. Jó. Egészségedre. 129 hal, 1600 ezüst. Na. Most abból lejön a javítás, ami 500-as, meg a jegy az 700. Alatt 700-ban. Nem baj. Jönnek a trollok, te nem kell vele foglalkozni. Milyen trollok? Ma már kettőbe kirepült a Twitch-ra. Jó, a bekeményítetti. Hát nem most mit kilúgyak vele? Azért, hogy egyszer adjál már egy jogot egy 5 percre. Köszönöm. Abbú, jaj lesz. Ott nem beszélget senki. Hát jó volt Twitch lenni, srácok. Hát mit trollkodott? Nem volt amit. Ütökedett. Ütökedett, hogy miért nem tengeren vagyok, innen nem lehet meggazdagodni. Ki akar meggazdagodni a játékban? Mi a faszin a tengeren vagy, Jani bazd? Mi a faszin nem vagy a tengeren? Gábor. Mi? Semmi. Elejétől meg mondtam, srácok, hogy én úgy játszok az én saját magam tempójában. Én nem sietek sehova. Amúgy se a játék sem arról szól, hogy rohanjak. Így van, laza. Hát tök mindegy.
hogy szedem ki a 2500-at. 5 óra hossz alatt, vagy 8 óra hossz alatt. Az már az én időm, nem? Embered is kiszedtem múltkor 2500-at. Jó. Mennyi van még az zsíbe? Na, mindjárt le fog tálni a piha úr. Nem, a Málnára megy. Maci csak a Málnát szereti. Vagy nem. Ja. És amikor megáll egy picikét, belassul, de nem baj az. De legalább jön. Ja, de hallom azért máshol nem annyira eredményes. A másnak itt se. Mondjuk nekem. Cserélgetem. Cserélgetem. Én is. Egy ilyen 8-10 dobásonként általában cserélgetem. Igen, de csak sutr úgy kapsz fel, nem? Hát azt is, meg volt már fent más is. Na, mindjárt mutatom, milyenek vannak ide. Amiket én már ugye láttam a heti listába. Uh-huh. Azokból mindből van. Nézd csak. Vannak ezek a slim shotok, a fehér, fekete, narancs, zöld, az ilyen zöldes, narancssárgás. Akkor vannak a hipnotik 20-asok, a 3-as, 4-es, 6-os, a sutori 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es nincsen, mert az akkor nem volt, amikor venni akartam, meg a 10-es. Így ezeket váltogatom. Értem. Jó, akkor próbálom én is. Hát, kaliberre azért nem kalugázok, érted? Én akartam tegnap, de egy se látogatott meg. Múltkor verseny alatt bedobtam azért, csak úgy NC-vel. És azért burbottok jöttek. Málásból itt felveszi a ponty, arra rámegy a medve. Egyből kifogtam a Weekly Global Record Brown Beard. Jó, Malaza, ügyes vagy. Most nem adott nagyon százalékot, ott 3 méterre mondjuk oda be lehetne próbálkozni. Simán NC-vel. Ja, van rajta hal. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Mi a szar? Hogy elindult kifele? Megjött a csinok. Nem tudom, de rángat eléggé. Igen, sanszos.
azt a villantót. Bordóra. Jöttél te is? Nekem is csak az van meg, a, amit te mutattál. Ez finok lesz, azt mondod? Ha, meglátjuk. Reméljük. Ha ne az legyen, hanem valami trofi. Láttad mekkora trantot? Fölment túl pirosba. Ez az lesz szerintem. Ugye jó time. Itt nincs time. Itt nincs. Ebben nincs. Nem baj, Jani akkor is fog. Én mindent tudok fogni mindenhol. Jó, hát Golden Patch is van moszkitomban. Van. Soha nem is volt. Leúszik neki tunguskára. Ja. Úgyis ott van egymás mellett. Jön a time. Az se baj, hogyha a csúcsalmon lenne trofi, legalább abból lenne már meg. Az nem rángat így. Nem? Nem. Fogtam már kettőt. Menni megy, de nem rángat. Összesen satszolsz, Franky, de eléggé meg van hibásodva az orsom, szóval... Mindegyik már 10% körül van összességében, külön a fékeket úgy nem nagyon nézegettem. Üzen 4,3 a fék. Igen, csak hát tudod, folyamatosan ezeket az orsokat használom fenekezésre, a pergetésre, ezért kellene nekem pergetésre egy másik orsót vásároljak. Na, nem baj, ez szenvedés lesz, most lecserélem, van még belőle kettő orsó. Egyenlőre nem volt még energiám benni. Hogy ezüstön mindig elment valamire. Amikor összejött a pénz, akkor megvettem a picker botokat, hogy tudjam a százalékokat húzni minden jobban. És hát megpróbálni azzal az esélyt megadni. Például a bottom fishingre. Egy hetes csúcsala van. Meg a másik az ugye ez a... Ez az orsó, ez nincs felpimpelve, ez 15,4. Azt mondják, hogy nem is kell nagyobb 17 előkéne. Én csak 10-eset raktam. Előszét 10-2-eset, ha nem volt nagyobb. Na, mennyi csinok, az csinok salmon 12. Aha. GG. Jó, ez is. Az jó, nekem jó. Nekem ez is jó. Ezt jól látom, hogy már zöld. Hát olyan kicsit zöldes, aha. Tök szuper. Kicsit zöldebb, ja. Szép az, jó ez, XP-t ad, ez ennyi. Ez egy kicsi kis pénzeske is belőle. Ilyen árnyalatot még nem is láttál?
Hát elég fura királylazat volt, igen. Épszíne volt. És a, izé, a Sötter 22003-as, tehát a fekete bordó pókhálóval. Ezt is lefotózom így, hogy melyik spotton. Én ezzel is elégedett vagyok. Ha ennyire jönnek a halacskák, nekem ez is tökéletesen elvendő. Jobb, mint üldögélni két orosszát három darab kapásért. És én részemre, legalábbis. Persze. Gyere. Egy baj van ezzel a Yamahával, Jani, amúgy. Hogy folyik. Igen, az, hogy folyik meg, hogy éjszaka egyébként annyira megáll nekem, hogy... Mi áll meg? Dehogy áll meg? Jani sedi ész nélkül. Ész nélkül sedi, Jani. Látom, de nekem nem jön. De neki azért, mert Happy Horror van. Persze. Jó van, papa? Mert papázzám mondtam már, hogy kipödröm a bajszra, csak legyél a közelembe. Mert valószínűleg nincs meg a rangot, hogy vársz egy pillanatot, akkor... Oldom, jó? Most már látni fogod. Nem fog ő bennünket látni. Mink elbújunk. Én az asztalra elbújjak, jó? Oké, oké. Ha jön, akkor mondjátok, hogy nem is voltam itt. Jó, jó van tárgyalva. Te nem itt laksz. Na, sziasztok! Hellóka, szia-szia! Jaj, hangos vagy. Nálam is mindenki hangos, állj. Ez a jó, inkább hangosabb legyen, mert akkor lejjebb lehet venni, de ma a halk följebb nagyon, nem? Ja. Miért tett mindenkit automatán a Discordon 200%-a? Az jó kérdés. Nem értem. Fájhatott. Hol vagy tuson 41-ben? Na most járt le a boldog órám. Lejárt a boldog órát. Boldog vagy tőle? Határozottan. Hát ez igaz volt, amíg nem járt. 49 hal, szerintem az nem olyan rossz. Egy óra ott az szerintem jó. Jó. És még meg is álltam, mert Alexnek kellett weboldalt. Megnyissak. Jó. Nekem kellett mutogatni hülyeségeket. Na hát most ez... Ne. Ez a vele járója. Úgy tudlak sajnálni. Engem sajnálja, mert én addig nem tudtam pecázni. Ne, őt egy sajnálom, mert ő neki kellett addig. Na hát a szívesen. Hallott, papa, inkább küldjél már egy hosszú előkét, egy 20 kilósat. 20 kilós? Hosszú? Milyen hosszú? Nylon, Tomi. Megnézzük, hogy van-e. Jó, ha nincs, nem baj, akkor horgászok tovább ezzel. Nekem van, izé, nylon monofilament 28,2. Jó, ja, pecsázok helyet. Pár, akkor ma 28,2-eset, azt meglehetjük. Van 18-asom, meg 25-ösem. 25-ösből nem csinálnál egy 60 centiset, hogyha nagyon szépen megkérlek. Ne válogassál már, bajd! Dominik azt mondja, a tenger megint szar, ne gyere ide. Nincsen szerszámom, hogy csináljak. Én csak küldeni bírok, amik vannak készek. Hát jó, hát nekem a kész is jó amúgy. De csak mondom, 25 kilósan 25 centi. Jó, megpróbálom akkor azt. Akkor a... játékba dobja valamit,
pontot. De nehogy kiírt pont, hanem nyomj egy pontot csak. Jó, mindjárt merjen. Lusta vagyok, keres. Jó. Így folytatjátok, nem azt fogja mondani, hogy papa, hanem az, hogy tata. De hogy, nem az sértő. Na. Hát jó, csak nézd meg. Horvátról, tata az apu. Hát ott többen mondjuk azt, hogy... Nem örülne neki, hidd el. Ne tengerezzetek. Rámértem. Ha nem megy, nem megy. Kettő darab pontot is küldtem. Kettő darab pontot. Akkor a tatalom. Sólyom elgurult egy gyógyszer. Még nem, de kezdi majd elgurítani. De úgy hívhatlak tatának? Nem! Na, jó, csak az apát jelent. Ne húzzátok ki nála a gyufát. Jaj, nem ismernek még, milyen hülye tudok lenni. Mit mondtál, 25 kilós kell? Aha, igen, mert 27-es a főzsinórom, akkor 25-es az jó lesz. Tessék, uram. Köszönöm szépen, olyan kedves vagy. Azért mondom. Tata. Jó, laza. Ámoljad felfele. Már csak azért kellett amúgy, mert láttam, hogy Janinak beakadt ez a izép, azért mondom, de hogy nekem is beakadjon, azt behányjanak ott. Látod, most előkét cseréltem, feloltam a nagyobbat, és nem is jönnek úgy. Ha mindjárt panaszkodik, hogy kell neki a kisebb. Már mindjárt. Ne, nekem van kicsi, 17 egész valamennyi. Ettől kisebb, ami van egyházszámmal, az 18 kilós. Az a baj, hogy ez szerint a pontyozó, amit küldtél. Még válogatsz is. Sólyom, szopad téged a Pali, nem? Hallod? Ki akarja tőled gubarálni az összeset? Nem, mindegy, hagyjad, elmegyek, inkább veszek, bazdmeg csak. Ne. De figyelj, ami van, én nekem csak hogy is hiák, fényből vannak. Fény nem kell, mert fény van nekem is amúgy. Fémek vannak. Meg fonott is van. Például a Frankinek ugye ment a fonottal is. Fonottom van, ő azzal is pecázott. 6-os meg 27,2. Igen, az a nyomod? 31-es felessője. Hát igen. A kisebbik botom van az, amit hiszem Laza küldött, a zöld. Aha. De a nagyobbikon Barakudán az van ugyanúgy a 31-es feles. Nem baj, tartsd meg, hanem arra nem jó, tartsd meg. Jó, köszönöm szépen. De. Ne köszönd. Inkább ne feled. Különben a munkatársam azt szokta mondani, amikor így azt mondják neki, hogy köszi, azt szokta mondani, hogy van is mit. Jó, köszönöm, mert már tele van a padlás. Így már folyik lefele. Hát csak annyi pénzzel, amennyi köszönömet hallottam. Milliárdos lennék, multimilliárdos. Multi? Azaz. Már meg tudtad volna venni a Coca-Colát. Mit? Bill Gates és Picsa Fistóna mellettem. Na, visszatértem, fiúk. Bill Gates. Az egy buzi. Így. Kap be a legyet, Misi! Te küldött egy legyet a kukacod végére. Kapja be a kukacod, ja, hát egy és légyel együtt. Egy valaki elkezdi, aztán küldözgeti a legyet. Na nézd meg, fölraktam a nagyobb előkét, és semmi. Azóta semmi. Hát akkor tegyél kisebbet rá. Hát, mindjárt visszateszem, de azért még próbálkozok egyel kettővel. Ez az egyes, ez fehér, ez szokott menni. Tudjon, papa nagyon csendben van. Tudom, papa szerintem telefonál még, azért én mitottam ja, magát. Ja, akkor nem szóltam, akkor elnézést kérlek.
Ti miért csetem vagytok, ha szabad kérdeznem? Van olyan szoba, hogy pecakok, ékezet nélkül pecákok. Megmutatom. De jó, szétosztottam a monitoromat. Aha, értem. Szóval azért nem hozta be eddig, mert ékezettel írtam be. Valószínűleg. Igen. Jó. Monitor egyik felében nézem a Janit, a másik felében a Forma 1-et. Igen? Akkor melyiken horgászol? A fő monitoron. Ja. De neki két monitorja van, bátyja. Nekem a ragudjál valahogy. A kettő igaz, monitor, meg a tévé is rá van kötve még a gép. Az igen. Nem kis pályás. Van meg. Nekem volt egy időszak, amikor tévé volt a monitorom. Az nekem is, az nekem is volt. Egyszerűen csak annyi volt, hogy se kép. Kakuk, se hang. Recs. Lefeketült a képernyő. Nekem ugye, mikor megjött a gépem, akkor én rátkötöttem a 4K-s izét, monitort, vagy a tévét. Azt rögtön 4K-ban ment minden. De... No, okay. A monitort rátettem, azt nem bírtam volna visszaállítani. Akkor másodlagos monitorom ment, gép ment, mondom, akkor a tévé halt meg. Akkor másodlagoson körülött játszak. Fú, na az aztán kihívás volt. Miért? Na, nem maragszol, akkor Svalec megnézlek, hogy... Miért? Ki vagy, mi vagy? 35-ös szinten vagy te is, mint én. Na másodlagos monitorom... Igen, csak te előrébb jársz egy kicsivel. Hát egy picit, ja. Az már több, mint 10 éves. Na, de a Sturgeon az nem rossz. Ha nem több. Az nem rossz. Köszi, köszi. Épp 78. Elég volt kiszedni hát gondolom. Kivel. Ennek a főbontása? Fortuna Carpage Bestia 8000-et használsz orsót? Igen, persze. Azt hány, egyevereztem. Az hány kilós orsó? Mekkorát bír az? Max Dragot. Fingom nincs. 68, talán 65 kiló. De mindjárt utána nézek neked. Jó, ja, nem. Hagyja csak. Nem élet bevágó, azt mondja. Furcsa volt a tévé után kis monitorral játszani. Hát egyértelmű, figyelj. Mert ez 1280x1024-et tud csak. Igen. 6,5 kiló maxokja. Ha, jó, köszi. Ha jó, én nekem is annyit bír a fő monitorom, a 27-es. Nem ez a másodlagos, ez kisebb, ez 19-es. Misi, nem 1920x1080? A tévé meg 50-es. Nem. Nem? Mondom, hogy a fő monitorom az tudja azért. 1920x1080-et. Ja, kicsinom bírja. Aha. Nem. Ja, oké. Okay. Nekem se tudja a másodlagos. És ugye akkor a tévé helyett azt kellett csinálni, azon kellett játszani. Na most baj. És az egy kurva szar volt. Azt mondja Franky, és jön bekapcsolja a gépét, az utcán pislognak a lámpák. Micsoda, nem az én utcámban, a 4 utcával arrébb vagy. Meg így begörbülnek az oszlopok, nem? Villanyoszlopok feléd. Arra én felén görbülnek, utána lassan vissza kiegyenes. De tudod miért? Azért, hogy arról lejtsen. Oda megy gyorsabban az áram. Hát persze, hát tudom. Aks 3. Hát, ja. Ne, ez már 4,5. Itt van a túloldat. Tényleg Szerbiának hol van erőműje? Gyerdából, nem. Dunán. Igen? Igen. De nem, olyan értelemben nem, mint Paks, hogy atomerőmű, hanem direkt a víz. Vízi erőmű, akkor csak. Igen. Aha. Akkor atom nincs is? Nincs. Nincs. Jó, akkor Paksból is ne aggódjában. Hogy is ilyen, Szerbiában nem mertek atomerőművet csinálni, mert így is bolondok a szerbek. Ja. Lett volna atombomba mindenfelé. Ja, hát amikor volt a háború azért, délszláv háború. Adjuk, arról nem szeretek kelni. Ja. Én mentem keresztül háború után egy évvel, hát még azért eléggé leharcolt állapotok voltak. Hát én meg... híd az fahíd volt. Ennyi. Meg pontom híd. Én csak annyit mondok, abban a 9-10 évben még tartott a háború, az idő alatt az is ilyen 2,5 évet töltöttem a frontot. Mhm. Te egy háborús veterán vagy. Ha nem rakszol meg, hogy megkérdezem, és milyen volt?
Szar. Szar. Főleg az volt a legszarabb, mikor a hogyis hiák a lövészárokba betanál a hogyis hiák a gránátam, és a mellette lévőnek kihullanak a belei. Hát igen. Jó lehetett. Nekem az egyik kollégám afgán, és ő volt bent így a talibánok ellen harcolni. Azt neki a lábam mellett robbant fel a kézigránát. Ennek az egyik orvos ismerősöm halt meg a fronton ott. Mondta, hogy nem volt annyira buli. Hát nem. Kétszer kaptam úgyis ilyen gránátgellert, egyszer a hátamba, egyszer a lábamba. Sziasztok, jó estét! Szia Blaze, hello! Jó estét neked is! És senki sem mondta, azóta se, meg akkor se, hogy köszönöm. Hát, igen. Ne is várd. Nem is várom egyáltalán. Nem, egyáltalán nem. Tudod? Lepereg. Engem abban az időben az baszott legjobban föl, amikor Horvátországgal nyomtuk nagyon egymás ellen, mikor az akkori horvát elnök meg a szerb elnök Zágráb kellős közepében együtt ettek meg itt. Míg meg baszuk a jó édes anyánkat egymás ellen. Most éppen nem ezt csinálja Putyin meg a Zelenszky, de hidd el, hogyha tehetnék, megcsinálnák. Csak pont a nyilvánosság miatt nem csinálják meg. Hát figyelj, az egyik kokózik, a másik meg ül az elnöki székbe, azt mondja. Az egyik a striptease-del bőrruciba. A másik az itt a legnagyobb agresszor egyébként Amerika. Ezen a téren is. Így van, pontosan. Nálunk is ez volt. Nem is tudom harmadik, egyébként. Nagyon gyerek voltam még akkor, mikor ez ment. Nyilván a tudatom az már megvolt, csak azt nem tudtam felfogni még akkor, meg most sem tudom igazából, hogy miért is tört ki. Mi volt az eltérés, a nézeteltérés, vagy mi volt igazából? Hát ezt senki sem mondja meg pontosan, hogy mi volt, érted, mert... Harmadik félnyomás? Biztos, hogy ez lehetett. Harmadik félnyomása, igen, mert jött egy ilyen uszítás a népek, úgyis ilyen egyik kódarról a másik ellenértett. És mondjuk rá... Az Amcsi, mert utána kiderült, hogy az Amcsi a horvátokat nyomta, és uszította a szerbek ellen. Szóval a horvátok elkezdték, annyira bennük volt már a gyűlölet, hogy Horvátországba elkezdték ölni a szerbek. Azt tudom, mikor én voltam ott, autóval keresztül mentem Sarajevo mellett is, és kint voltak azért a zászlók a házaknál, egyiken szerb, másikon bosnyák, mit tudom én. Hát régen még úgy ment, most meg leírják Facebookon, hogy 18 plusz karika van, jó van, hogy kurva az édesanyád és hello. Persze, hogy hatalom és pénzről szól, így van. Persze. Tehát meg az eladás, fegyvereladás, tehát nincs háború, nincs belőle pénz a fegyvereladásban. Az meg a másik dolog, a fegyvereladás, a harmadik dolog pedig az, hogy is jár, hogy valahol ki kell próbálni az új fegyvereket, ugye? A világ rákfené az USA, így, hogy mondott Franky, pontosan. Sajnos. És itt is most az arra megy ki a játék, hogy meggyengítsék Persze. Európát. Persze. Mert ugye azért vannak itt nagy hatalmak. Német, francia, egyebek. Csak azok is most úgymond a sarokban vannak szorítva, hogy kus, meg ne szólalj. Igen. Mivel szorították? A energiával, tehát a nyers energiával, az olajjal, a gázzal. Meg ahogy is hiák, a búzával, meg az ilyen dolgok. Na, az meg a másik. Hát te meg mi a pöcsöm leszel? Már 70 méterre állít. Oho. Dolgozik a kaliber, mint annak a rendje, 29-es péken még mindig húzza. Maxim vagy én verem? Aktuban. Jaj. Szerintem busát fogta. Tubán kaliberrel? De jó. Fel van nyomva, vagy a 15,4-es? Fel van nyomva. Ó, halleluja. Hát tudod, ezért nem vállalok én be ilyeneket. Én nem nyomtam még fel. Amit is nagyon szándékozom.
Hát figyelj, én annyit tudok erre mondani, hogy amikor én megnyit nálam Maci, megvettem a Model 2 féderemet, a 26,2 kilósat, arra feltettem egy alfát, és a 7,2-es régi féder botommal bevágtam, mivel is? Krumplival, ma az angol nevét akartam mondani. Krumplival, és szépen fogdostam el az amúrokat. Lehet-e, ahogy ne. Hát nem volt valami kellemes dolog, de attól függetlenül én élveztem. Figyelj, nekem ha megnézed a profilomat, amit látsz nagy halakat, szóval az a 27 kilós vagy a siák harca, meg a javarésze, az mind még a régi játék részből van, szóval a 3-4 évvel ezelőtt, mert én körülbelül addig nem játszottam, most értem nemrég vissza. Azokat mind hogy is siák, Féder bottal, meg egy goldal, 80-es goldal szedtem. Én azt a 46 kilós harcsát, ami van a profilomon során, azt egy alfával szedtem ki, egy alfa 85-essel a legnyugban. Na Miami, hogy megy neked? Voltam. Jönnek a halak, vagy nem jönnek, vagy mi van? Nekem? Úgyhogy ki lehet minden szedni, csak óvatosnak kell lenni. Nem jön. Igen. Nem? Alig-alig jön. Én megtanultam fullfékezni Macin, az orsókkal, ott tesztelgettem őket, azóta én boldogok. Nem mindig a mivel lehet harcsát fogni? Hát leginkább pergetővel, de NC-be is berakhatom. Mondjuk attól függ, milyen botod van. Nem tudom, amúgy úgy kimondta, hogy te kanyarba. Nem tudom, hogy potítom fízben, nem tudom mivel. Azzal kell bedobni. 16 halom van, 33 perc alatt. Ez lófasz, és a nagyja nem pipás. Ha, én 55-nél járok most. Nekem 33 van egy óra alatt, de elég szépek. Jó nagyok, meg vannak benne újak is, ami felviszi az árát, vagy a silver mennyiséget. Na jó, Alika, az egérgomb ki lesz támasztva, azt kimegyek rád utáni, mert ez egyszer ma nem jön ki. Most látod, ment az a réz színű, most feltettem a zöldet, most arra jönnek, tehát cserélgetünk-e folyamatosan? Cserélgetem. De a pirosat ne nagyon használd, mert arra szép csinogok jönnek. Az nem baj az. Állok elébe. Na, nézd meg, Frankinek másfél óra, tungus, 9 hal. Hát ez nem egy erős. Hát de attól függ, mit csinál, mert ha timerezik, az tökéletes. Főleg úgy, hogy... Na, biztos nem timerezik. Még az hiányozna, nem a timen. Azt csinálod, Franky, tényleg? Akkor neked van ám az acsiba valami. Hát tudom magamról, hát másfél óra alatt 9 hal, nem lehet összeszedni. Pergetésre többet fogsz, fenekezésre, meg ilyenekre többet fogsz. Hát kivívott. 12 kilóst. Na. És mivel tolja? Chipmunkkal, vagy a... Melyik a másik? Nem tudom, mivel tolott Franky? Misi mókusra. Még azt is megpróbálhatja, hogy bedobja, és csak megfogja és szépen sodorja a víz a csónakot. Úgy is rámegy. És levettem 22-essel. Életedben nem látta akkorát. Jobbalja. Ennyi van a pergető skillem? Egy pillanat is megmutatom, Mepsi. Csónak, csóró vagyok. Hallom, valakinek szól a fényké, valamit lőtt. Enyém. Hallom, meg nézem. Mit... Na, te is megfogtad a csinokat. 70,6. Ma 70-ről indítottam Epsikém. A 6 tizedet adott már. Nem olyan rossz szerintem. Mi van már? Akkor már van LP, az mi? Lapos pina. Vagy love profil orcsó. De a pinára szavazok én is. Hát inkább. Tudom, amit szokták mondani. Ami nem sörnyítő, az pina.
Azt várj, most olvastam vissza a csetet. A csávó konkrétan... Azt mondja, Dominik, az nekem is kell. Leselkedő piranya. Aha, ez a rövidítése LP. Oké. Okay. Megnézem egyébként tényleg 70%. Az a Vecki, Vecki rig. Tunguskán izével fogja, partról fogja a timer-eket. Tényleg azt mondtátok, hogy a Vecki rig az kellene, nem? A Vecki rig az leginkább, hogy hívják? A Arctic Charra, a Texas Circle, bocsi, a Severskin. Severskin, oké, jó, akkor nem használom ide, oké. Okay. Tényleg Severskin, aha. De ott ne, ott megpróbálhatod, mivel ott vannak ilyen kis halak, mint Nelma, vagy minden ma... Tunguskával keverem, Neiva, meg ilyen hülyeségek vannak. Aha. És azok a kicsi halak rámehetnek, és azok a kicsik elég jól fizetnek. Mondjuk ott van Pin Salmon is. Egy próbált megér, figyelj, dobd be azt. Mi a fasz? Leakadt! Nem akadt le. Neiva? Hol van a Neiva? Az én van, nem? Kisebb, leakadt a nagy. Ja, átadt a másik. Teverskin van Neiva, talán. Nézd meg, ez Yamán. Neiva az Yamán van. Yamán van? Nem, a Tunguskán. Neiva, Yamán, igen. A 150 grammos az nem nagyon nyekkenti meg a féket. Na, hát ilyen ez a popszakmercsém. Udajullata van szívem. Rugdalózik, hirtelen meglazul. Egyébként mi kell ahhoz az izéhez? Ha, nekem nincs olyanom. Loaded hook. Nem hoztad le. Mert nem tudom, hogy hogyan kell. Na, a cizdával. Ja? Nem is. Na, majd kimosodnak. Akkor próbálj meg bedobni egy, hát... Amivel be tudod jól dobni a spinner baiteket és a spikereket próbálkozd. Jó, nekem ez. Ahogy akkor. Most sem tudom, nekem mennyi van a spin. Ja, 76-2. Aha. Hát igazából nekem a spinner bait van a wobbler, a jigén kitalentolva. Ezeket használom főként. Timo! Hogy áll a kerítés a Common Rose-ból? Ötödik. Hát már a másodikat csinálja. Vagy harmadikat? Annyi. Hát ha más nem tudok fogni, akkor ezt kell játszani. Ez meg a másik. Nem panaszkodom, ma se. Point profit is adott meg minden, úgyhogy... De én most csak... Common Rose-ozgatok. Még nem mentek át valóban máshova, de... Nekem ez így teljesen jó most. Mint a rádiót hallgatnék, tudod közben meg, néha kitegerem őket. Na, 70,7. Pinning? Mhm. Megint adott százalékot. Na, ne menj vissza a 70-re, gyere kijebb már. Húzza. Hát még mindig az útom, az előbb 75 méterre felvitte. Bent tartom a kis bőrbe. Mire teszed az ujjat? Okay, Salmon. Nyomjad. Biztos sokat volt a napon, mert le van égve a háta. Ne forgazd az egeret. Hallod, János, elfogasz tőlem egy tippet. Ugye nem sokára itt a karácsony, be fogják hozni ezt a hóembert. Igen. És akkor szerintem értelemszerűen könnyebb lenne neked most kifarmolni egy overloadot, mint egy bengát. Uh-huh. Nem állt is fáradt. Jó. Arra... Az overload mennyibe kerül? Arra gyűjteni? Nem majd. 18 000, azt hiszem. Én is arra gyűjtök. Gyújtok. Ja, túlson még egyszer. Hello, megjöttem. Hello. Telefonáltam, bocsánat. Most mondja Frank, hogy 9260 ezüst lett. Az már szép. És én nekem is van Overlord, az kurva jó. Az mire való? Az fenekezéshez, vagy pergetéshez? Fenekezés, pergetés, bármihez. Bármihez, aha.
Az sem rossz igazából, tényleg. Nekem mondták a többiek, hogy azért a karácsonyi event környékére azért érdemes ezüstöt tartalékolni. Én is most kezdtem el nem régiben, hát jó, hogy kollégista vagyok, tanulok, ezért hétvégente vagyok elérhető, de már 7000 szilvernél tartok és csak a tengert nyomatom direkt azért, mivel egy a százalék, meg keveset öltöm itt, meg hogy adja a halakat. Ilyen, hogy Ember, meg Maci, meg Tunguska nálam nem játszik már. Hát kinek még adja? Meg még egyszer. Azt mondja Dominik, adja halakat, egy faszt. Hát kinek mi? Hát így van, ezt el kell fogadni, kinek mi? Én figyelj, zöld szivacsal ülök bent, én a szivacsokat konkrétan úgy dobálom fel rá, mintha muszáj lenne. Én zöld szivacsa vagyok, de sárga, kék lurker, meg tököm tudja mi. Minden azt, működik. Azt mondja Franky, előbb lesz unokám, mint annyi ezüstöm. Hát amúgy nekem is. Na, amúgy nem olyan nehéz összeszerválni. Szar, mert rá kell feküdni és a kész. Rá kell csak feküdni. Csak el akarod költeni minden hülyeségre. Amit kipróbálsz egyszer. Én mikor a legeslegei meglett a belaja, érted? Elkezdtem belaját, 3 hét alatt kiszedtem azért a mi ez? Fortuna Kárpot meg azért. Kalibert. Há, én azt az új Ladogán szedtem ki. Beláján annyit ülni. Én kifarmoltam ott kb. 8 szintet, de annyi volt. 12-estől 20-as szintig ott ültem és vége. Addig meg ugye vettem egy alfát, vettem a modellt úgy, meg a vas. Tökön tudja mit. Tudom, Franky, persze, hogy ne. Frankynek is például meg lett a izéje. Erre már ki. Hát a... Tehát én a belején úgy csináltam, hogy én nappal pergettem, éjszaka fenekeztem a szigetnek a túloldalán. Ott a nyitott részen, ott például az izéket fogtam a... Ajaj. A ruffékat. Éjszaka mindig. Ajaj. Hogy a sziklához bedobálni és ott fogni a célra. Ott is lehet, nem, igen, például. Csak az a kicsit lassabb. Ja, az egy mint a ruffézés. Fognád és nem... Meg az igaz sólyom, GG. Azt a mindenit. 29-6. Fogtad? Faszász. Tubán. Ha mióta... Hallod, mióta elmentél telefon el, azóta fárasztja szegény. Ez az nem semmi. Gizsi. Az ujjam elhalt. Na, Gab Bakács. G Bakács, ott van-e? Az is. 69. Meg az 1000 GG, vesző, GG. Azt a kurva. Az Russian Sturgaon. A Gabika is megfogta. Gabi, arról jöhetne majd izé. Pot, csali, képek, minden, jó? Fel a... megfelelő szobába, légy szíves. Nem fényképeztem le, de majd lefényképezem amonnal. Azt mondja, Gabi, egy órán keresztül húzta. Az igen, elhiszem. De hogy mi van a PVA-ban, engem csak azért. Egyáltalán használta hozzá, vagy csak natúrban. Már nem. Nem. Én körtétettem csak ma egyet. És ez is. Ez is avval a kombóval jött ki, amivel tegnap versenyezt. Akkor semmi ez Retának stécsi. Köszönhető, úgyhogy köszönd meg neki. Nem hallja. Hallja? ez a neki szuper csali, csak én nem fogom meg. Venga, Fortuna kombó, oké, okay, de milyen etetőanyag, milyen csali, érted? Az érdekelne, Gabikám, azt fényképezd le, meg a spotot. Abba aztán nem csináltam ki. De jó, majd itt. Na, hogy állsz Zsuzson tengerre? Hát 27, ha jött a Happy Hour-ba.
Most 29 van, az előbb járt le. Nem tudom, hogy ez mire lesz jó, de fogtam ezt, azt, azt. Fogtam egy izét, egy, mi az, ráját. 6 kilós ráját, tök szép volt. Ez ja, meg ezt a lamfist. Csendekest, ezt az ődet. Az nekem egy kiló felettiek vannak per pillanat nálam, de nem tudom, mennyi fizetett ez a lamfis. Fogalom, csak egy darabot fogtam. Jó fizet a lamfis. Van nálam Longhead, csomó Whiting, American Lights, vagy Blaze, vagy nem tudom, hogy mondjam, de... Ezek az új halak még nem pályák, fingon nincs mennyi fizetnek. Molla Cricket Charlie-val fogta a Gabi. De mondjuk egy portbigot beadhatta megint, annak örülnék. Jó 300 szél. Egyetlen egy PV-et Gabi tudsz küldeni, vagy fényképez már le, mert az érdekel minket. 8, 9, egyből 10, 11, 5 üzenet lesz, még abból több is, Gabikám. 13 féle halat fogtam a tengeren eddig. Spinny Dogfish. 1 kilós. De szép. Az a kis cápácska. Ja, 1 kiló tiszteka. 13 halfajtát fogtam még eddig. Ez egy jó kis levesnek való cápa. Uh-huh. Ja, cápolszony leves. Igen. Azaz. Fiatal, nem hamar megfő. Hát cápasztéket már ettem, az nagyon finom volt. Nyilván, mint minden halszték. Jó nagy patkó volt. Jó, hát grillezve volt, ez az úgy finom volt nagyon. Gábort elhalmozták az üzenetek, hogy hol fogta, mivel fogta. Meg jó, hogy két hete megy a tokos spot. És egy csomó spot volt főrakva már. Így van. Hát amiken én voltam, az nem ment. Ezen kívül, azon rögnék, a tényleg ott lett volna, vagy lesz, vagy volt. Na, mindegy. Nézem ezt a hipnotikot is. De az kerül, hogy 1600 ezüst körül lehet az a hal. Hát a 61-es volt. Kíváncsi leszek, Gabi, majd írd már, hogy mennyire sikerült eladni. Hát szerintem 1500-nál több. Mert a 61 az 1004 körül mozog. Ez meg 69 azért. Hát a szerencséje van, akkor kéri a kafé, és akkor... Jaj, persze. 3000, hogy mennyi vagy. De az RF4-ből olyan mechanika van, hogyha kér egy profi halad a kafét, azt fix nem fogod meg azon a napon. Azt te felejtsd el. Vagy ha nagyon sok szart tették kiskorodban. Én meg akkor vagyok benne nagyon biztos, ha kéri, hogy lesz, mert akkor biztos adja. De... Na mindegy, én ennek az ellenkezője vagyok. Én délelőtt volt a... Pont az ellenkezője kérte, és adta is egy 5 percen belül. Az jó. Igen. Csak sajnos Miami-nak a Mirrorból adta az ugyanannyi kilósat, és neki így sajnos nem jött össze. Pedig nagyobbat is fogott. Ennyi meg éppen átlépte a határ 10 dekával. 750 gram Vivi, az anyád. Mennyitől? 800-tól? Vagy mennyitől? 900-tól. Igen. Úristen. Igen, Franky. Voltam én már így, vagy itt az én úgy a Yamán, hogy alig fogtam 20 halat. Most sokkal jobban adja. Pink Salmon. Akkor miért hagynád ott? Ina már. Jaj. Rank 1,93-as lumpfish. Rank 1 marine fishing. Yeah.
elég messze ment volna fel az égbe dobozva, mondom, hogy van a botot, tudunk ide kapcsolat. Úgyhogy hipnotikra egyetlen egy jött, de is serélem. Összek mást. Egy nap előtt este a Netflixen németül nézzük a Hupikék törpikéket. Az azt mondja. Krumpfina. Nem akarom beszélni az asszonyt, hogy nézzük meg az apáca kettőt. Nem áll, nem áll neki mi? Nem áll neki mi? Ej. Rossz a dumád akkor. Nem tudom, hogy milyen film van most így. Amit meg lehetne nézni, érdemes lenne. Ami úgy le is kötne. Ezért várom viszont a Last of Us-nak a második évadját. Az tetszett az első. Kívül a harmadik rész, de hát az most. Ebben a pergetésben úgy nincs szerencsém, hogy a profik nem akarnak jönni. Velen is elég sok időt töltöttem, és ott is csak egy vagy két hal jött profiba. Pedig rengeteget fogtam mindenből is. Mennyi időd van, Tuzsom, a tengeren? Hogy tudom azt megnézni? Azt hiszem, hogy talán megnyomod a invertorit, bal oldalt a listába kiválasztod a ticket, igen, és akkor ott arra, amit használsz, jegyet, arra ráviszed a nincs betűre. Jegyem, tehát a arannyal jöttem ki, úgyhogy... Ja! Akkor nem is tudsz eljönni onnan amúgy. De ki tudom kapcsolni a... Hát igen, de hogyha eljössz egy másik fájára, akkor... Igen, nem tudom, mondom, ki tudok lépni, kilépni, ki tudok, csak a... majd hónap akkor ide jövök vissza. Uh-huh. Hát ezt már lejátszom, csak tényleg fogalom, hogy mennyi van hátra. Hát szerintem még egy-két órán van. Majdnem. Majd ott kiírja, hogy mindjárt lejár, aztán kész. Ott jobb oldalt van ott egy állapotsík. De az az 5 órásnál félnél áll, az első perctől az utolsóig. Ja, oké. Úgy tudod megnézni, hogy megnyomod az eszket, és ránézel a pályára, és kiírja, hogy... Tényleg. Ó, köszi, one day 11 hours. Ja, egy nap 11 óra. Uh-huh. Akkor már még másfél óra van. Nagyjából igen. Másfél óra. Király. Pont elég is lesz ebből már. Meg szerintem egy darabig. Viszont ha másfél órán van, 3, 4, 8, 9. Ó, hát akkor még utána 1-2-3 órát nyomunk valahol. A hullámoktól nem megy be a csali, bazd. Köszönhetem ezeket, ha nem tudom miket, mert most azokkal pecázok. Ezeket a gumi... Nem tudom, mik ezek. Ez a habszivacs?
Ja, foam rubber fish, tényleg, jó. Mennyi halad van már, tudom? 35. Az összes. Meg egy 3-at visszadobtam, mert ilyen... 35 és 3 óra volt a mai üzésed. Tehát 3 óra hosszád volt összesen a mai jegyed. Igaz? Meg 2-t lepecálsz a nagyjából. Kicsit kevesebb, mint 3, igen. Olyan 2 és 3 negyed. Hát abban egy órát áttelefonáltál. Ne, ott itt pecázott, mert láttam, ja, hogy húzta ki fel az irallagot. De ha mindegy, tegnap le, amit láttam, halat az volt 650 ezüst, két óra alatt, tehát az lófasz volt. És akkor majd a mait hozzáadom. Na látom, így 650 nem egy sok ezüst. Hát, de úgy, hogy aranyér mentél át, tehát nem ezüstöt költöttél rá, így úgymond hát úgy nettó, jobban, jobban van értelme, nettóba jön ki így. Most én, hogy átutazok oda ezüstért, ráköltök 300 ezüstöt 2 óra hosszára. Úgy, az meg én is gyenge. Tudok háromszor jönni még aranyér. Miért, te még nem voltál? Én egyszer sem voltam aranyér. Ja. Kifarmoltam a szintet, hogy tudjak jönni. Hát mert te ilyen ügyes vagy. A fast. Egy fasz. Last of fast. Azaz. 34-ben bohockodok, bassz meg, de... Jó ez a 3x5 óra, mert 40% fölött van már a marina fishing. Ingyé volt, vagyis hát... Ott a maci túloldalt. Ja. 40% fölött vagy? Igen. Az igen. 40,3. Én voltam egyszer egy 5 óra hosszát, meg hányszor voltam át még ezüstér, az 40%-on vagyok. Nekem ennyire nem jön, mert ez is ugye a haltól függ, hogy mennyire adja a százalékokat. Neked lesz hanyadik 5 óra kezdte, de? A harmadik 5 órám. Harmadik. Harmadik, ez lesz a vége. Aha. 40% meg összesen, hát 2000 ezüst körül volt mindegyik 5 óra eddig. Uh-huh. Az első is meg a mámas, plusz-minusz 50. A Dominik kérdez, hogy mit használtok a tengeren? Mit nem. Az meg szitát. Mindent. Rákcsapdát. Ja. Rák egyemek. Kamionok sit. Géppuskát. Ruszki csontvázat. Gézsi gránátot. Azt. Dinamikot. Meg atomot. Ah, milyen túlzásba viszem. Hát nagyon habzik a tenger, gyanús. Belehugyozott valakivel. Bocs, nagyon kellett. Kiborult a csónakból a húgyos vödör. Szia, buraz! Halló, halló! Halló, buraz, mi a helyzet? Retta, tuson. És ti hogy horgáztok a tengeren, fiúk? Emelgetem a botot. Hát de... Jobb klikkel. Nagyon bonyolult. Azt hittem már, hogy bedobod. Csak így szimplán a botot. Így a vízbe. Ja, a kostú van a kostú. Jaj, jaj, az egészet. Hanem, hogy leengeditek fenékre, vagy csak... Leha. Akkor... Általában le. Ki jó, el nem kapja valami kis szar. Én be se dobom. Ja. Itt a víz tetején húzogatom a csalit. Jobbra, arra. Trollingozni nem szoktatok a tengeren? Nem lehet. 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 Mi már fogtam Trophy Sight-ét vele. Ja, akkor jó, akkor lehet. Azt én sem tudtam. Ja, csak én? Nehéz, mivel nincs ilyen... Hogy hívják? Rodpod vagy Rodholder, vagy nem tudom. Bot tartó magyarul. Ah, az jaj, az igen. Egyre nagyobb a szél. Szeitokat daraboltál már összetusan? A szeletnek? Igen, az elején aztán azt mondta a Reto, hogy rakjak el mindent, és egyébként meg Lacesztó kaptam 200-at. Uh-huh. Illetve többektől, de a végén... Mindent,
aranyért mentél át, neked minden, így minden van, csak ezt plusz. Mondta Reta, hogy ne daraboljuk semmit. Kaptam hát, úgy igen. Mennyi elég. Főbb ezer szemek köszöntem már. Nem tudom, hogy vagytok vele, de két óra múlva már kezd kidögíteni a tenger, és hát már két óra alatt kidöglött kicsit. Mi van? Hát kidöglik a tenger. Igen. Hát, leáll egy kicsit, leapod a halmennyiség. Most nekem is vége lett a Happy Hour-nak, és nézd meg, hogy itt nagyon-nagyon gyengén jön most a Yama. De még milyen gyengén fog neked jönni az összes tó, ha nem veszel tovább prémiumot, mert azt figyeld meg még. Van prémium még 37 nap. Ja, hát akkor jó. De gondolom utána hosszabbítod, nem? Hát majd kiderül, ja. Látjuk. Na, laza. 2,07 Kamcsatka Rainbow. Pici. Megbaszta a nyúlra borzott. Megbaszta, csak úgy borzott. Zümmögsz. Hát már tikkeled. Zümmögsz. De sehogy kienged, mi? A Vimba mennyit tölt? A kullánkot. Micsoda? A Vimba mennyit? De sehogy kienged. Vimba? Az szerintem hasonló, mint az én, nem? Hát nem, mert ez 1,27, de szerintem 1,3, nem? Nem olyan, mint a, nem olyan, mint a Bream. Olyan súlyba lehet. Kettőtől ér. Hát ebből nincs 4 kilós. Nincs? No, hát nem tudom. Én meg is tényleg megnézem az abszolút. 2,4-től ér. Igen. Abszolút. Másfél tótra fél. Másfél. Kérdezzetek, én tudom. Na, mi van? Csak jött egy nagyobb. Nem, csak ekkorát még nem is fogtam még Volkóon se. Kimentek a komorról, csak megjöttek a Wimbák. Ma 5 kg konger, az fasza. El kell menni komorrócsózni, abban van a pénz, az. Abba hát. Nem, hát most... De persze nem abból a csalival, hanem Honeydew, meg Sweet Dog, már ezeket rakom rá, nem olyan, amivel jönnek, hanem próbálgatom, ebből sokkal. Mire nem. Jönnek most, Mayfly-ra vagy? Hát arra jöttek a... Igen, az volt a... Szóval elfogyott már az összes, és nem akarok venni. Ásni meg nem tudtam. És nem azt adta. Akkor így a régebbi csalikat, amit... Ami már be voltak penészedve. Be van penészedve már a táska aljában, mi? Amúgy igen, mert ezeket oda harvestingre gyúrogattam itt a cornflor. Ez az avazónom, sose használom. Az... Hát, egyet-egyet mondom, még egy 5 percet, de hát húzzák ezt is. Mit kérdeztél, Misi? Hogy mi kéne, ha volna? Milyen csali? Ja, semmi, meg tudom venni, csak lusta voltam elmenni venni, úgyhogy nem, semmilyen nem kell. Legalább bevallja, hogy lusta vagy. Mondjad már, há! Mayfly. De nehogy küldjél. Ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladjál. Jó, de... Én szaladjál, nem mert... Ez a hosszúkás lárva gyász, nem? Az a figyelj, sárga. Figyelj, te is szoktam másnak küldeni, úgyhogy légy szíves, fogadd el. Jó, de én nem azért küldöm, mert nekem van. Érted? És akkor most... De most neked sincs. Hát jó. Na, most akkor meg van. Pofád lapos puttána. Ez miért? Ha nem tetszik, küld tovább, az, mert elfogadom, küldjet csak. Epsilon. A prayer is broken. Micsoda? Az nem jó. Eltölt az avasó. Köszi. Epsiké, mit történt veled? Hogy? Meg mit csinálta? Kezdő orsót valahol. Epsi. Vagy mi a tökömet? Nem á. De... Kezdő orsó már nincs nálam. Kipakult. Nem szilverért vetted. Nincs annál. Nézd, de fogod az ACM egy 21-es cápát. Amikor az elején jó kis krumpli pap, mizé amúr van. Fogyó eszköz, azt mondja Epsi, fogyó eszköz. Hát... gondoltam. Hát...
Ezt nem hiszem el, hallom, megint 21 óra van a játékban. Beszélök. Nem akarja betölteni a profilomat a játék. Na. Akkor át profilt én sem bírnék betölteni. Na most, tudom én, hogy mi a gond. Bekapcsoltam, bekapcsoltam a VPN-t, hogy bírjam nézni a Forma 1-et itt Szerbiába számítógépen. Ja. És akkor azért. Ja, vagy úgy. Vagy ez, vagy ez. Az asszony a tévén néz valami mást, akkor... Azt mondja, Epps, hogy befullfékeztem, mert letekert adom jut. Jó estét, Szőke Misi, szia-szia. Jó van, fiúk. Köszöntöm szépen, ja, majd Misi. Még jelenkezek. Én rendben. Kösz, hogy itt voltál. Ciao, ciao, szia. Hello. Még lehet, hogy a streameden leszek, bár nem biztos. Jó, hát hogy gondolod. Na, sziasztok, te ciao, jó éjszakát, szia. Mi a helyzet, Szőke Misi úr? Képzeld el, meglett a vaddisznó küldetésem a vadászatba, meglett a nyúl küldetésem, az teljesbe, mind a kettő, igen. A rókába még oda hiányzik kettő darab, és az is megvan, 6 kiló feletti. Ja nem, az még nem teljes, az csak egy részleges. Alaszkai vadjú, ahhoz kell még egy 80 alatti hím, mármint pont értékben, és akkor az is meg lesz fullba. Ilyen jó, menj ma. Ha megvettem az itt, az 50-es elöltöltős csappantyús fegyvert, amit ugye kért a disznóhoz, igen. Akkor a négy disznóból kettőt meglőttem, kettőt meglőtt nekem a Jézus, utána megcsináltuk a többit. Pointtal keletett disznót, ketten voltunk Jézussal. Ten pointtal keletett disznót, utána keletett reflexhíjjal, azok is meglettek, és utána a végére maradt egy személyes küldetés a disznónak. Amikor oda kell menni az egyesleshez, és akkor ott lesz a fekete disznó, ott a spawnol. Azt kell meglőni. Utána jött, átmentünk Gajzére, a téli pályára, nem tudom mi a neve neki. Uh-huh. És akkor ott is csináltuk a nyuszikat, a sarki rókát. Ja. Jött a Ronondex, jött a Ronondex, 7 óra hosszát voltunk bent. Mennyit? Hetet? Hetet, aha. 7 óra hosszát, igen. Azt a kurva. Az igen. 7 óra hosszán keresztül csikálta a seggét a gaz. Nem igaz, néha felálltam. A füstokádó 50-es, azaz laza, azaz a füstokádó 50-es. Meg is ijedtem első lövést, hogy jön a disznó felém. Füstfelhő, azt sem tudom, hogy hol a disznó, érted? Nem látom. Nem mondom, fasza, elfüstölt. Aztán láttam, hogy megtérdelt, úgyhogy jó volt a lövés. Jó kis fegyver egyébként, 50 méterig, de inkább alatta. Inkább alatta kell legyen, mint 50 méter. Akkor az jó. Én valami 92 és 94 százalékon tartottam az összes küldénél, amikor abba hagytam. Az igen, Misi, végül is te is nagyon sokáig eljutottál vele. Hát, tudom, mindig az nekem nem tetszik. Ez inkább utazgatásról, spotról való utazgatásról szól, mint a vadászatról. Én részemről, tehát nekem ez a meglátásom. Ó, egy kis kamcsotka, 416 grammos. Na, kurka pálcikát a seggibe, azt bele az olajba, hogy süljön. Katyán, az ugrál spotról spotra van. Lelő egy szarvas, megy tovább. Lelő egy szarvas, megy tovább. Ugye Tatyán. Katyán. Szia Zoltán.
Lelő két szarvas, megy tovább. Meglövi a szarvast, elfutott, hát, megy tovább. Más az élmény a klassziknál, teljesen más, igen. De az után pusztórendet használ, nem is rendes izért. Sniper. De mondjuk arra jó, amit csinál. Én a Call of the Wild-et játszottam nagyjából 2x4 óra hosszát. Ott volt előttem az állat. Nagyjából 30 méterre, 40 méterre rálőttem. Azt elszaladt. Jó, de hát a filétbe azon. Ha. Az énnél a klassziknál nem nagyon lehet ilyet tapasztalni. Nem az, hogy hogy vérzik és úgy elszaladt, simán elszaladt, pedig rálőttem. Olyan, mintha nem is kapott volna sebzést az állat a Wildnél. A klassziknál legalább megkapja a sebzést, azt akkor megy, ameddig tud. Meg a legnagyobb előnye egyébként a klassziknak, hogy legalább magyar. Mert a Wildet én azt nem értem, azt a játékot. Nekem az az egyetlen egy nagy hátrány. A magyarítása. De Misi nem adja át nekem. Nekem is magyar a magyarítását. Hát dehogy nem. Hát, mi kéne, ha hogy volna? Ne adnád, fönn van Discord szerveren is, fölpakolja. Ez előtt, ha meg egy kicsit. Ha valaki a... Hát azt tudod, hogy milyen a gépi játszani, magyarítás. Egész, az nem gépi magyarítás, az teljesen faszán át van írva. Sokat dolgozik vele nagyon. Dolgozott hát vele. Akkor Szőkem is Discordon írja már egy linket, vagy valami ilyesmit küldhetnél róla. És ha esetleg ott összejövünk, 3-4, nem tudom hányan lehet abban játszani, akkor megtaníthattok vele, hát ha megtetszene, adjunk neki egy esélyt. Mert akkor én voltam, egy srác jött velem. Mondtam, hogy János, én megtanítalak, mit csináltunk? Utazgattunk. Tehát nem volt magyarázat, hogy mit, miért, hova, minek megyünk. Csak mentünk, nem győztem utána utazni. Folyamatosan keresem a térkem, most hol a szomba vagy, érted? Tehát az így nekem nem volt. Buli. Én nagyon sokat játszottam azzal is, úgyhogy Xboxon, azzal kezdtem Xboxon a vadászpályát. A kontrollerre mennyivel másabb lehetett, nem? Igen. Csak mint a Ropinak a videóira annak idején rátaláltam, akkor eldöntöttem, hogy nem jó, ezt gépen kell játszani egérrel, mert sokkal nem jobb lesz. Sajt. Meg billentyűzett, és akkor vettem ezt a számítógépet, hogy tudjak velük játszani. És milyen jó, mert most meg azért itt is vagyok. Így van. Megint a túlsa. Jó, de nekem nem kell. Neked nem kell? 328 darabon van, az csak elég. Hallod, te fogtam azzal, most fogom a halat, amit te küldtél nekem és te csináltál, Csalit. Most ezzel fogom a halat. Mi van? Küldtél nekem egy ilyen kannonat csülőhöz. Hú, ez mekkora kod lesz? 20 kilo? És 2-7-es csungsalama jött. Na, csak 15. Hát azt a csalit szokták szeretni amúgy. De ja, nem tudom, most így hirtelen melyikre gondolsz. Az ilyen ezüst színű, tudod. Borzander? Ja, az lesz. Az néha jó. Mutja már. Mielőtt mondta, nincs pont, akkor raktam fel. Jutottam odáig. Én azzal jiggingelni szoktam. Valamiért. Nem tudom miért, de. Most azt én is láttam, Schwarzeggia, a Realme Nov 4 001-es tengerre. Ezt próbáltátok már? Ezt láttam én is ezével. Way of the Hunter. Tehát a Way of the Hunterrel foglalkozol, Misi, nem a izével. Ja, persze, nem a Wild-del. Persze, igen. Way of the Hunterrel.
A viszont nem egy rossz játék egyébként. Az is ingyen lehúzható, vagy? Nagyon ideigényes az is, mert ott megcsinálták a vadgazdálkodást. Tehát konkrétan egy adott területen ugye a vadak fejlődnek, és ugye úgy kell szelektálni a vadakat, hogy nyilván az idős nagy bikákat, meg a, tehát a fiatal bikákat nyilván hagyni kell. Egyrészt, hogy a csorda úgy fejlődjön, ahogy kell neki, blablabla. Bla, bla. Szóval kurva időigényes, nagyon oda kell figyelni, meg hát, ja. Úgy kell gondolkozni, mint egy igazi vadász, mint egy vadgazdálkodó. Ó, mit fogtam már megint. Turbot. De jó. Egész hat. Már a rudli az nem lesz jó, a rudli. És mi van, akkor nem lesz jó a rudli? Hát, nagyon. Jönnek most a halak, és hát, megállnak. A rudli nem lesz jó. Hát akkor mi van? Hát akkor semmi. Úgy is lehet játszani azt a játékot is, hogy mész aztán, ami szembe jön lelövöd, csak ja. Semmi értelme. Akik úgy szeretnék játszani, azok inkább menjenek a céllövöldébe, azt a hurkapálcára lövöldözzenek a légpuskával. A légpuskával van állítva, bazd. Az mindegy. Lehet azzal lőni. Mi az öreg asszony van? A visszapattanó, nem? Ha az a becélzed a pálcikát, az két méter alá a révíz. A visszapattanó még átlukassza a fülét. Legalábbis régen a bucsú bezútadi volt. Múlt hónapban ugye Patajon volt falunap, vagyis őszi napok. Átmentünk. Tök jó volt. Becéloztam a pálcát, azt a mellette lévő pálcát lőttem el. Még nem. Nem jó van. Tudod. Jó van ez úgy. Hú az? Na jó van, szerintem erről a Yamáról most menni kell, ez most megállt. Nekem is megálltam. Ennyi tongósra pergetni, ha pergetni akarsz. Ott a befolyóra, oda menjek. Tungosan. Hát a befolyóra is, meg hát van ott. Hallod, Jani, menj a Kúorira. Nem. Ja. És ott a spikerekkel, vagy melyikkel? A spikerek ott mennek, igen. Fekete, meg a az a... Milyen színű, igen. Nem is tudom. Hát ilyen bronzos. Mondja. Bronzos, igen, igen. Illetve, hát én ott is támajgó villanpróval is diggeltem. És na, 2 óra 20 perc, 502 ezüst. És legalább élvezettel. És az teljesen jó, mert az is nettó. Így van. Nem kell levonni belőle a bojli árat, meg az etetőanyagárat. Hát annyi, hogy az ideutazás. Hát, az... hát igen, az 100-as. Ez tökéletes Yamahahoz képest, én is úgy vagyok vele. A COTV, az melyik az az izé? Call of the Wild. Call of the Wild, ah. A Tunguska, igaz, Lovár Tunguska? Oda menjek. Ott érdemes még pergetni. Vagy tudod mit? A Sura, vagy nem, a Severskinre kell az a... Az a rig. Ez a rig. Ez a rig. Ez a Vecki, Vacki rig. Na, azt nem tudom mi. Ezt meg kéne nézni. A Dead Hook. Olyat kéne vegyek. Csak miért kell oda venni? Már kivesem mindjárt vége lesz. Jó. Hogy írom én ezt be? Csinálom a sörti. Hooks.
Az hol talál meg azokat a horgokat? Azt se tudom, mi az, amiről beszélsz most az a rig egyébként, úgyhogy nézlek. A magyar fordítása az, hogy furcsa rig. Ah, értem. Ebből sokat tanultam most, köszönöm szépen. Ah, biztos valami ézé lehet. Ott van a... Valec beírta. Dupla V-vel. Offset. Tehát az a veik, az ilyenek jönnek be. Ez azt sem tudom, hogy ezek micsodák. Én tengeren láttam ezeket a valamiket. Ezek súlyok. 250 grammos holmok. Meg 1000 gram, meg ilyenek. 1 kiló. A húgfülnél válasz ki, azt írja. Offset. Ez lenne az? Ott az az offset, ajajaj, ott az. Igen. És ebből mekkorát kell venni? Hát itt a lárk 2, 1-es, extra 1/0-tól 4/0-ig, de hát ilyen, ez... Erre kell felhúzni egy ilyen izét, ilyen gumi halat, vagy mi a faszom. Á, várjál, itt vannak több fajták is, aha. Hú. Van olyan, amin van ólom is, ha jól tudom. Az lesz a süllyedős. Ezek mind lácsok, meg nagyobbak. Medium 6. Medium 8. Happy Hook OF S10. Archer Hook EMPVQT. EMP VGT, hát nem is látok. Mit ott? Ez van. Ott vagyok a hokfülnél. Veikted. Aha, tehát ez már súlyos, ezzel már rajta van a súly. Berzer Hooks, EMP, VGT. Na most itt ugye az a kérdés, hogy másfél. Másfél, 1,75, 2,5, 3,5, 5 gram. Small, meg medium, oké. Okay. 1,75, medium 8-as. Még a 3,75 gramnál a medium 8-as. Oké, megpróbálom. Szevelszki. Igen, Szevelszkin szeretném kipróbálni. Milyen arra mész vele? Hát van ott mindenféle. Nagyon sok halfajta van ottan. De nem süket. Köszi, Misi, a sajtot. Ezt a te sajtoddal fogtam. Jó, és akkor? Good game. Oman arra ócs. Igen, Misi küldött nekem sajtot, feldarboltam. Na most oda szerintem csak ezzel a bottal megyek. Oda elég a 10 kilós, 18 kilós, nem? Vagy a 10 kilós üzével. De amúgy az utolsó, amit küldtem, az a dobozos, az nem tudom mi. A Tiger út, én is vettem, egyetlen egy halat fogtam vele. Tigris magyarú lenne, de próbálom ezt. Kell hozzá, és akkor Vacki Worm.
próbáltam mindennel. És hogy... Beluga ugye kagyló, utum. Visszaléptem a játékba. Megnéztem, hogy mennyit kapok ezért a trofér, még nem adtam el. 232 szilvert. Uh-huh. Nem gyenge. Nagyon jó. Sehol nincsen szeverszkin, pergetős valóság, mindenhol ezé van. Nem baj, Ali, majd te megfogod. Elment Iyamáról, és beindult a hal. Na basz, na. Komolyan. Lehet lefogtad itt a izét. Na tudod, nincsen szeverszkin. Aha. Jaj, Miami. Vagyunk koncentrált. Aha. Ahogy ezek kellenek. Nasty Worm 2 is feles. Atya úristen. Na. Abból meg pont nincs a 9-esből. Nem baj az. És a 4 és felesből. 1-es, 2-es. Hát pont azokban nincsen, nézd meg, hallod. El kell menjek az izére. Hát megpróbálom, mert azt is mindegyiket tudod, Dominik. Nem megyek Volkovra, megnézzük ott. Ott mindegyik, az az. Mindjárt. Base, folyamatosan jó. Itt is, ott is. Csak lehúznak a játékban. Mi nem pergetsz egy kicsit Volkovon, ott nem is szoktál. Nem, nincs ebbe hal. Ja. Megkérdezzük Lacest? Én akkor is megmondom a tutit. Búzik ezek az oroszok, nincs ebbe hal. És a taps? De elmarad? Jó. Nem csak ebből. Na így. Ebből van, itt is látod? Jó, de ezek az oroszok most fogod használni a veklégéreket. Több esélye kap sűrűbben 100%-ot. Na, látod? Pont ezért akarom kipróbálni. Pontosan ezért. Egyszer majd menni fog. Ha nem, akkor beleteszem a tészta közé, azt elfogyasztom úgy. Azt hittem belebadult. Egyszer majd menni fog, de ide elég a kicsi bot, nem? Elég ez a 10-es. Az azt mondja, megfőzetem simán. Hol, persze. Mert csak mi volt ez a anyas ment ott, valami barna színű, igaz? A hetibe.
Vagy TPI betűs kutya. Kettő és felesből a 001-es például. Ez. Hat és 12 között? Igen. Hát akkor állítunk egy 8-as. Nem kell, mert általában úgy szoktam csinálni, hogy fentről elindulok, és akkor szépen végigmegyek a parton. De most lehet, hogy annyi időt nem szánok rá, sőt nincs is annyi időm, úgyhogy valahol elkezdem. Ha. Ez aztán sebesség a javából. Lassan mész tovább ér? Úgy-úgy. Fék, Black Sea és Hayama. Most Hemaya. Hemaya. Ha? Király. Azt se gondoltam, hogy fogsz halat ezzel. Baszom ebbe a tengerbe. Hát igen. Én is így vagyok. Még van 20 óra. Játékbeni 20 óra. Igen. Éhes vagyok, megmondom nektek az őszintét. Nem tudnák valami jó félét vacsorázni. Hát szólj anyának, hogy hozzam valami finomat. Város bukta. Van sonkás tészta, van brassói, van húsleves. Arra a Vecchi Wormra minden is jön, azt mondja. Ott van-e? Rud. Ez a foghat, nappalat is. Persze, Rud kisköcse. Csak ugye az megfelelő spotot kell megtalálni hozzá. Ezt ki kell írja ezt a valamit, hogy... Ki a zombi? Szervusz, szervusz. Sülkös bableves küldjek? Na jó, nem kell itten már sorolni a jobbnál jobb kajákat. Tudjátok, hogy én olyan kajás vagyok. Túlzson? Válogatós vagy. Igen. Láttad már? Fogadjuk, hogy nem láttad. Nem látta. Nem láttad. Mit nem láttam? Mindjárt egy fél pillanat. Figyeld a streamet, aztán meglátod. Figyelem. Mindjárt kihúzom, jó? De nehogy azt hitt, hogy azt húzza ki, amire te gondoltál. Azt a betyár úristenit. GG, megjött? Meg. Király. Fel se tűnt, baszki, ott tűz benne. Fasza. Amely szinte nem is látszik. Hát azért, ja, a teteje az... Most hogy állítsam, tudod? Hát húzd a fejedre, mert az benne van a kamerába. Vágjál rá két lukat a szemednek, aztán hajrá. Így? Teged fel a falra. Így jó lesz? Igen, így. Úgy. Csak a reklám véget, tudod. Na nézzük. Jó. Hát látok rajta. Nylon az egész. Ez a baj. Nem a legjobb. Nem a legjobb quality. Ahhoz képest,
elég drága. Ebből legyártattál egy darabot? Egyet, aha. Próbálj. Az drága lehetett így. 26. Euró. Aha. Ja, azért hát mondtam, az drága. Mi egy darab ér? Az nem sok egyáltalán. Ja, és nem. Vigyeld, patch. Felturbózott patch. Felturbózott patch, azaz. Csapi, képet nem raktad vissza. De mindjárt. Képtelen vagyok. Persze, nekem ennyi volt a lényeg igazából, hogy megpróbáljam, milyen a minősége, milyen az anyaga, maga a nyomat, hogy milyen, és a nyomtatás, mert ez ugye nyomtatva van rá, nem rá vasalós, meg ilyen. Jó egyébként. Nem olyan, ugye, nem, olyan, nem annyira jó. A póló anyaga is olyan, nem is tudom. Inkább krep papír jelent, vagy a hasonlóság. De gondolom, hogy még ugye nem volt kimosva. Hát. Majd. Hosszú távon meglátjuk, mit bír. A traktoros, a fantasztikus póló, az már egy éve megvan. Kupik-kupik, de a pólónak a minősége, tehát amire rányomatták, az nagyon jó. Ja, hogy ezére? Erre a rigre próbál. Mindegy, az nekem, mint el vagyok vele. Próbálgatom. Jön, ha nem jön, akkor tovább megyek. Én a tekerési sebességet egy picit lassúnak ítélem meg. Lehet, hogy felhúzom még 10-12-es környékére. De majd megnézem, hogy mások hogyan csinálják pontosabban. Meg hogy mennyire dobáljam be középfele, vagy csak így a szélén húzzam. Igen, az függ attól is, hogy milyen orsó, ugye? Ez... Ugye egy Zeiman Commodore, ez 10,8 kg. Fogalmam sincs, ennek milyen az áttétele. Az áttétele és a dob kerülete. Így van, így van, így van. Az ebből számít, hogy mi lehet a sebesség, mi lehet a jó. Ja. Ezt nyírtad ki? Epsi. Ezt az orsót nyírta ki. Ne basz. Ügyes be. Azért nem 2 forint basz ki. Hát nem. Dobunk arra befele is. Várni kell ezzel, hogy lesüllyedjen, vagy? Ezt nem tudom. Mind a két botomra tettem és csónakba sodróltam a medren. A mederben. Aha. Pisner, nézd oda. 36-os szintű lett. Az anyámot. Az igen. Most azért csónak jegyet nem akarok venni, mert 20-27 van, tehát már annyira azért nem állok bele. Kuorira is a nagyobb halak
Ja, a izékel a modell van, vagy a másik? Modell van, modell van. Volt egy hely, talán, nem tudom, hogy mennyire jó lehet. Ja, csak megnézem a Discordon. Ja, izé van rajta az algami, arra gondolsz. Már 57-en vagyunk a pecákok. Cseten. Az nem rossz. Aman. Sőt. És a Horgász klubba? Discordon? Aha. Megnézem én neked. Egész pontosan. Azért gyűlik, ad egy fenét. Persze. Most így ott online, vannak annyian. Harminckilenc. Na az, nem semmi. Jó kis versenyeket lehet majd tolni. Nem, semmi baj. Mert akkor azt hittem, a szobában van a légy. Ja, hogy itt zümög mellettem. Ja, igen. Szegény Franky. Itt zümög a légy mellettem a streambe. Azt hittem, hogy a szobájában van a légy. Megnézzük ott a kezdőpálya, vagy kezdő rész környékén. Még egy picit ezt kicsinek találom, ezt a súlyt. Ezt az 1.75-öset. Lehet, hogy lekincsen a 3.75-ösre. Ugye a súly kicsi, a dobó közéhez, mert nekem 3-tól van ezen a boton a dobó súly a kezdés. Nem tudom nagyon eldobni messzire. Itt is van ilyen. Nézzük csak ez mennyivel. Na mindjárt másképp a dobás, vagy a VR benne. Most kéne megkosztani a kedvem azért visszalép percen, de viszont egyszerűen nem. Én azt már olvastam. Na, semmi baj. Semmi baj. Majd lesz olyan botom is, ami ezt tudom majd használni. Fogok venni UL-t. Az meg jó lesz, mert az 1-től van, azt hiszem. Igaz? 1 gramtól is lehet dobálni. Pit Eevee Common Roach. Na. Ezek a Common Roach-ok gyerekek. Mennyivel jobb, hogy narancsra kiírja a trofit. Nagyon-nagyon ja. Jól néz ki így. Az ember oda vonta a szemet egyből. Aha. Kiemeli. Így van. Még azt emelhetnék ki, amit most a Bálidnak volt. Ja, az pirossal, mi? Ez pirossal. Az a fizsgatavé. Ja, igen. Megint.
Meg akár a szintlépés is, tehát hogy írna, hogy level most akár micsoda, de ezt azt is kiemelhetné. Jajaj. Mini dogfish. Itt vagyunk, beakad? Szerintetek? Próbáld meg! Puding próbálja. Jaj, az evés. 1-4-es lampfish. Jó az. Lámpás? Jó. Aha. Zöld lámpás. Lampfish. Zöld hal. Van a búráján az a világító rész? Zoltán. Trophy pollock. Ohoj, de. Az igen. De jó vagy. Pecs, de jó. Úgy vágyom ezekre a halakra, komolyan erre a percre. Már hiányoztak, mi? Bedobtam már akadt is. Na most azzal lenne még itt a kérdés, hogy vajon milyen előkét kellene ide használni? Ó, még egy perc. Hogy vajon ez a 20 centis fluorocarbon a vakiriget leginkább a bait fish fogására szoktuk használni. Aha. Meg hogy víz felé tartsam, Atlantic Mackerel Gary. Ja, az igen, 2-2-es. Ez is szép, Garykém. Hát, Puzsó, most van ti jöttök. Ja, nekem nem ad se a tenger, se a perget. Tehát a spiccet a víz felé kell tartani, vagy inkább fölfele, hogy kell ezzel húzni, ezt nem tudom. Mi ez a sok gyígy? Profi, jönnek. Profi. Jönnek a trofi. Csak írjad. Ne foglalkozz vele. Jó van. Már hol voltál idáig? Ez meg a nem másik. Nem bolondozom a kis kutyával. Elment söré, biztos vesz. Van. Na, sárgát dobtál, mi? De te megint furán üldögélsz amúgy. Ki? Te. Én is gondolom. Gotaway. Tessék, ott van-e. Leakadt, bazd meg. Egyenes ami leakadt. Ja, pár a tauró. Én sugát nem ismerem. Baj. Jön a következő. És van. Persze, ki kell mindent tapasztalni, hogy jár benne. Azt is, hogy hol tudok átmenni a bokrok között. Hát nem mindenhol. Még felragadtam a sziklán itt az elég. A vízbe, mire kiengedett. Rá, most rátekeredik a Damila ezére, a botra. Amint oda a belógó gajra. Azt a gumízét így egy folytában tekerni kell. Aha, azt mondja, Geri, 8 perce van bent. Hopp, már be is akadt. Hát mit mondtam, hogy beakadt. Jó, oké. Na igen. Nyek közelebb. Na,
Bocsánat, az se lesz jobb szerintem. Úgyhogy ezt a helyet ezt itt is hagyom, nem akarok még egyszer kibelépni. Akkor bele... Sokkal úgy a szélén. Akkor bele, beleverek az éjbe. Monitorba véletlenül egyet. Oda is dobok egyet. Úgy ne, adani. Veszek egy ilyen sült halat. Juhú! Come on, roach! Dobok oda is. Azért nem rossz, mert már 6,02 milliónál járok a 9-ből. Közel vagyok a 36-os szinthez. Még egy pár alkalom, az meg is lesz. Én 1 milliónál mindjárt a 9-ből. Ha per nap meg tudnál csinálni milliót, akkor 6 nap alatt meg lenne. Ez így igaz. Milyen pergetőt ajánlatok mindingre? Kezdő botod a teljesen elegendő. Hát a csali az nem, meg... Lementél a kuorina. Hozzáshajtott. Nem akarok... Mazohista az meg. Kellene csimósajt. Nem, nem kell, csak vicceltem. Csak tudod, kuorin lehet venni azt a sajt. Csak azért mondom, hogy ne kelljen majd a jövőbe menni. Nem kell semmi. Meg túrót is itt lehet, mint a Level Fest. Ute. Sajtli. Köszi akkor. Nincs mit. Csak kell, majd küldök bele, de használom. Azért... Ez sem olyan gyors. Labok volt a kör. Figyelj már, nekem nem jön a damilom így, hogyha megyek a motorcsónakkal, de miért? Hát válts vissza az orsót, te. Hogy válts vissza? Valami nyíj betűt. Nem tudtad vissza. Jó, ja, igen. Zárd be az itt. Az orsót. Hát be van. Nincs, ja. Hát, azt tudni nincs, amit most nézze. Csalit. Az is nyitva az van. Is, az is nyitva van. Vedd kézbe, aztán mielőtt lerakod, mindig válts vissza az orsot, mert lemegy az egész damilod. Kulvágot, mint gólya. Én is beszoptam egyszer-kétszer. Bassz meg. Ugye, én végigmentem hosszába a tavon, és a végén vettem észre, hogy az meg, hát mondom, valami nem oké, én nincs kapásom. Fogy a damia. Azt nem volt rajta damia. Jó. Na, ez itt egész jónak néz ki. Hát a kék az tuti nem ilyen. Mennyi damil lemehetett már? Hát semmennyi, már most indultam el. Ha már halad is van. Mind a kettő. Hát jó.
Az is mondják, hogy kitalálta a Szeverszkit. Lesz mi kukacos tészta itt holnap ebédre. Érzem? Ebből meg csak sügerek vannak, mi? Nem. Hogy elkezdtem itten húzni, akkor néha kiírta azt a valamit. Most már azt sem írja ki. Renki, ezt neked is kell próbálnod. Hát én már külön bicepsze van a mutató ujjamnak. Ettől a sok pergetéstől. Az kérdés, hogy a Gerinek van-e 45-ös szintű a Geri, tehát ó, hát persze, hát Legacy Carprodja van, Vengája van, hát akkor mehet nagy halazni. Hát minél mélyebb víz, annál jobb. Mint a sörös pohár, minél mélyebb, annál jobb, a több fér bele. Meg neked vannak jó hoblereid, majd én azokat is kipróbálnám, itt ott ugyanik a nagy csukom. Mindegy, csak triumfot tépje meg. Aha. Nem tudom. Nem tudom, furcsa. Arctic Charm. Nem? Csak azt látta, Arctic Charm. Ja. Ott van dekás spinny dogfish-t fogtam. Az igen, bazd. Ott van deka? Ahogy bírtad kihúzni. Ekkorát. De pipás, baszki. Tök fura. Kis aranyos. Mondjuk nem örülnének, hogyha úszkál a tenger, vagy ekkora belét harapni. Jaj, rákot fogtam. Na. 200 gram. Aha, edible. Még ki se írta. Csak, hát picike, nem pipás. Nem baj. Robola rá. Azaz. Ja, vagy úgy. Hát srácok, ez... Nem jut be. Na most hát figyelj, azért nem túl sok időt próbálkoztam bele. Hmm. Van egy csomó minden, amit itt próbálgatni lehetne. Még nem húzta fel még teljesen. Ki tudja, hogy milyen spotton mennének, vagy megy egyáltalán valami is. Meg valójában ezzel hogyan is kell, várni kell vele, hogy lesüllyedjen,
Na most írd ki, hogy például touching bottom, az mit jelent? A feneket elérte a csali. Hát jó, srácok. Kihúzom, és akkor majd holnap próbálkozunk. A holnapi nappal kapcsolatban viszont nem ígérem meg, hogy 10 órakor itt leszek. Meglátjuk, hogy meddig alszik az asszony, mikor tudok kezdeni. Mert ma már megfőzött hónapra is, úgyhogy minden megvan előre. Úgyhogy hardware, van a kafé. Persből nincsen akkora, most nem is lesz. Catfish. Na, azt kellene már fogni 110 kg-ot. 2254 az üstér. Common roach, sincs akkorán. Küldjek? Van? Hát, vagy 126 van? Super. 27. Na, gyerekek. Tök jó ez a zé, Szeverszki. Gyertek, gyertek minél többet. 8 darab hal, 4 ezüst. Oh my god, ugyanez a szkóri velem nyugodt. Á, Istenem, de jót rövök. Tudj, ez megéri, úgyhogy gyertek. Igen, és meg megéri? Mert, ha hogy ne, megéri. Persze. Hát nézd meg, mennyi... Az megéri? De meg. Hát nézd meg, mennyi minden nem lett. Várjál. Hol van ez? Itt vannak a kukacok, nézd sök. Igen. Kapácikák. Az akkor megérte. Úgy, hogy megéri. Na. Jó befektetés volt, ja. Majd egyszer. Jó lesz az majd. Persze, egyszer jó lesz. Nem, ez élünk vele. Valet. Mi van? Elvitt 160 métert. Azért. Hát, tengeren azért elég kéne rakni a dobot. Látod, ez csak próbakör volt. Így van, így van. Persze. A próbakör, nem élünk vele. Majd Szeverszkire akkor jövünk, ha úszózunk. Mennyivel jobb így, hogy nézzük Jánosnak a színét, és most látjuk, hogy Szeverszkire nem menjünk el ezzel a szarral, mert nem éri meg. Most legalább nem kell magunktól rájönni. De kúvaridos, hogy gyertek. Hát azt már tudjuk régóta. Ciao, ciao. Majd adok másikat, ne sírjál már. Hello, hello. Most járt le a meló? A kutya fáját neki. Most már akkor lehet pecázni. Ilyen ésképpen. Viszont... értelek. Fél hatkor kezd. Ismét munka holnap? Ezt így a Franky már beleégett a szemüvegembe a Common Roach felirat. Igen. Srácok, aki gondolja, tegye már fel létszős a Common Roach-ra a szettet, hogy mivel fogjátok, jó? Légy szíves. Oly mindegy, az gyűn mindenre. Mindenre. Csak holnap el akarok én is menni oda. Mindegy, a spotot, meg a csalit. Reta már feltette, vagy nem? Szerintem. Igen, felrakta. Ugye megnézem. Én Málmai Taktóban akármit raktam, akármit raktam a kis botra, mindig Common Roach-ot szedtem ki. Aktuba River, akár. Vagy melyiken vagytok? Én Aktubán vagyok. Ez Ladoga léken. Ja, Ladoga. Na, ott van a Gabi, felrakta az Aktubára azért a Sturgaunt, a szettet is. Engem az érdekel a szettet. Csak ami benne van azért, az nem lett lefotózva az etetőanyagba.
Na, engem csak azért. Az érdekelne minket, Gábor, de gratulálok hozzá mindenféleképpen. Ladoga. Megítem. Hello, hello, szia. Szia, Jézus. Szia. Hello, hello. Hello, hello. Igen, itt hello. A Command Roach, Dani fel is rakta, ja. Aha. Ott az etetőanyag, oké is. Az melyik horog az? Medium 8-es horoggal? Na várjatok. Akkor azt még. Ide kell nekem valami. Hát ott itt sincsen nekem például izém orsóim ezekre a botokra. Mindig a kalibereket használom mindenhova, basszus. Jó. Majd akkor holnap megnézem. Jó, aki úgy gondolja, holnap is tartson velem. Lesz új heti verseny, igen. Holnapi napon lesz kihirdetve, vagyis megszavazva, vagy megbeszélve, hova megyünk, mit csinálunk. Ja. Kóarira halat fogni. Szerintem oda menjünk, almos voltál Szeverszkire. Mert azért, mert ez megéri. Ezzel a kumi valamivel. Így van. Nem baj az. Elszakadt az előke Schwarzeggnek. Ó, tengeren. Jó, mindegy, srácok. Ennyi volt a mai nap. Hát 7 óra hossza vadászat. Durván 7 óra hossza, vagy még több is. Meg 3 óra peca. Az összességében több mint 10 óra stream. Azt hiszem, kitettem magam megint. Mint általában a hétvége. Hát igen, általában az ilyen. Hát holnap is valami hasonlóra számítok, vagy tervezek. Megyek most már vacsorázok. További jó éjszakát, ezeket a paplon alá éljenek a csajok. Havasztok, ciao ciao. Ciao ciao. Én fogtam egy csukát. Most rámegy a lábadra? Ha. Na ciao. Na srácok, bye bye. Jó pecát mindenkinek, aki még marad, legyetek jók. Ciao, ciao. Holnap, Tali, még több pecával. Csak pecával. De zumba, una matata timón y pumba, salta y rebota que el bass retumba, así que móntala, que las nenas están bien así cala, sin cariño a la pista, ve rompela, que después sin culito te quedarás. Dale bebé, ven baile y goza, ven dalo todo, préndete todo, siente este ritmo que te provoca, te lleva al cielo.